Hát mindenek előtt szeretném megköszönni a Magyarok Szövetségének ezt a meghívást. Ez már nem az első alkalom, hogy a Magyarok Szövetsége lehetővé teszi számomra, hogy a Heribert Illig kitalált középkor című elmélete kapcsán meglévő sajátos gondolataimat szélesebb körben is elmondhassam. Önöknek pedig szeretném megköszönni azt, hogy érdeklődést mutatnak a téma iránt. Ezt azért tartom különösen fontosnak, mert hát idestova 10 év telt el Illig elméletének a magyarországi megjelenése óta, és úgy tűnik, hogy még mindig nem lanyhul az érdeklődés a téma iránt. Pedig higgyék el nekem, ha valaki tudja, akkor én azt pontosan tudom, hogy milyen sokan, milyen sok mindent megpróbáltak megtenni annak érdekében, hogy ez a téma minél hamarabb lekerüljön a napirendről. Sok esetben még olyanok is, akik egy ideig, óráig a téma lelkes kutatóinak a szerepében tetszelektek. Magamról is mondanék néhány gondolatot. Hát akik ismernek, azok alapvetően úgy ismernek, hogy Illig elmélete kapcsán csöppentem bele a magyar történelem kutatásába, ami részben igaz is, de azért hát kutattam én már a magyar történelmet jóval Illig elméletének az ismerté válása előtt is. Igazából azt tudom mondani, hogy az iskolapadból kikerülve mindjárt fejest ugrottam Baráth Tibor, Bobula Ida, Götz László, Padányi Viktor, és hát a sort a végtelenségig lehetne folytatni, tehát az ő műveiknek, munkáiknak a tanulmányozásában. Hogy miért tettem ezt? Hát ennek az volt az alapvető oka, hogy egészen fiatalon megértettem azt, hogy az a kizárólagossá tett eredet elmélet, amit nekünk az iskolákban tanítanak, az úgy abban a formában kizárólagossá téve semmiképpen nem állja meg a helyét. És hát érdeklődő fiatalként, igazságkereső fiatalként ugye szerettem volna megérteni, hogyha nem úgy volt a történelmünk, mint ahogy azt nekünk tanítják, ha nem igaz az a fajta eredet, mint amit nekünk tanítanak, akkor hát mi az igazság? Mi volt a történelmi igazság? És a számomra rendelkezésre álló és az általam összegyűjtögetett információ morzsalékokból próbáltam összeállítani azt a nagy képet, amit mi honfoglalásunkat megelőző magyar történelemnek nevezünk. Most ezen a ponton azért egy váratlan nehézséggel kellett szembenéznem. Tudnélik, a korai középkorba érve, azt tanulmányozva, azt tapasztaltam, hogy a kérdéses korszak teljesen logikátlan, érthetetlen. Tehát egy olyan zűrzavaros korszak a Európa történelmének, ahol azok a történelmi törvényszerűségek, amelyek egyébként minden más korszakot jellemeznek, itt megszűnnek létezni. Tehát nem működnek az okok, az okozatok, nem lehet kitapintani a dolgok mögött a mozgató erőket, és valahogy ez egy rendkívül frusztráló érzés volt számomra, hiszen a korai középkor az a magyar eredet szempontjából egy kiemelten fontos korszak. Na ez volt az a frusztráló benyomás, az az érzés, az a káosz, amiben Heribert Illig kitalált középkor című elmélete a 2000-es évek elején belevilágított. Ugye Papp Gábor volt az, akinek az egyik erről szóló előadása Magyarországon ismertítette ezt a témát. Én is igazából ebből az előadásból értesültem egyáltalán arról, hogy létezik egy ilyen elmélet. Viszont az első reakcióm, az érdekes módon az még nem az volt, hogy jaj, de jó, végre itt van egy páratlan történelmi lehetőség, hogy rendbe rakjuk a saját történelmünket, végre itt a lehetőség, hogy krónikáinknak a történelmi hitelességét helyreállítsuk, hanem úgy voltam vele, hogy na, itt van egy újabb badarság, egy újabb olyan torz és lehetetlen elmélet, amit csak azért dolgoztak ki, hogy azt a becsületes magyar kutatók munkái közzé keverve lejárassák az egészet úgy, ahogy van. Tudnék, ezt a módszert előszeretettel alkalmazzák. Tehát jó tudni, jó, ha mi is tisztában vagyunk azzal, hogy működnek olyan erők, akik azáltal próbálják lejáratni a más utakon járó magyar kutatóknak a munkásságát, hogy mindenféle beteges elméleteket dolgoznak ki, és ezeket egy lapon említik tulajdonképpen neves kutatóknak a munkáival. Nekem a mai napig igazából szálka a szememben, ha bemegyek egy nemzeti könyvesboltba, és ott Götz Lászlónak, László Gyulának a munkáit egy könyvespolcon találom mondjuk az Arviszúrákkal. Szerintem ez megengedhetetlen. Na és úgy gondoltam, hogy Illig elmélete is egy ilyen torz és beteg és rossz indulattal kreált elmélet a sok közül, és hát fejembe vettem, hogy megcáfolom. Hát úgy gondoltam, hogy ha valaki egy ekkora badarságot állít, hogy 300 év a történelmünkben nem történt meg, nyilván nem lesz nehéz találni valami olyan adalékot a kérdéses korszakból,
ami egyértelművé és világossá teszi, hogy igenis számolnunk kell azzal a korral, mert valóban létezett. Tehát elhatároztam, hogy illegálméletét megcáfolom. Szerencsére, utólag már ezt tudom mondani, hogy szerencsére, az első mozdulatom az volt, hogy a képes krónika egyik példányát levettem a könyves polcról. Volt nekem már korábbról egy képes krónika példányom, ami képeket ugyan nem tartalmazott, viszont a szöveget teljes egészében tartalmazta, és hát ez akadt legelőször a kezem ügyébe. Elővettem, föllapoztam, és hát ez a magasabb rendű, felsőbb rendű mosoly, hogy na most én majd megcáfolom illegálméletét, ez nagyon hamar lehervadt az arcomról. Tudnélik világossá vált, hogy mindaz, amit Heribert Illig állított, mindazt, hogy az a kérdéses korszakban 3 évszázad ugye problémás, azt a magyar krónikák maximális mértékben alátámasztják. És ez volt az az óriási felismerés, hogy itt igazából van 2 egymástól teljesen független és különálló dolog, amelyek azonban mégis maximális mértékben alátámasztják egymást és egybevágnak, amit szerintem nem lehet mellőzni. Tehát nekem a mai napig szívfájdalmam az, hogy én azt vártam, hogy miután ez az elmélet Magyarországon ismerté válik, akkor a magyar kutatók között megindul egy peskés. Foglalkozni fognak a témával, megértik ők is azt, hogy bizony itt könnyen előfordulhat, hogy egyedül a magyar krónikák őrizték meg a kérdéses korszaknak a helyes időrendjét. És majd tanulmányok születnek, előadások szólnak a témáról, és egyáltalán megindul valami olyan munka, hogy a kutatók elkezdenek számolni ezzel az elmélettel, és észreveszik, hogy bizony megkérdőjeleződött a teljes avarkorszak, a karolink korszak, az avarkorszak, és át kell dolgozni azokat a munkákat, amiket eddig úgy készítettünk, hogy elhittük azt, hogy az a 3 évszázad létezett. Na most ez a pezsgés, ez nem történt meg. Igazából azt kell mondjam, hogy szomorúsággal tölt az el, hogy ezek a kutatók, ezek a nem mainstream vonalba tartozó kutatók, hanem a valóban igazságkereső, becsületes magyar történelmi kutatók továbbra is ugyanúgy dolgoztak tovább, mint azelőtt, továbbra is írtak kazárokról, írtak karolingokról, míg a tegnapi napon is hallottam emlegetni az Onogur bolgárbirodalmat, a gepidákat, és mindenféle olyan népet, amely a kitalált középkor elmélet fényében egészen más megvilágításba kerülne. És hát ugye, akik az elméletet cáfolni akarták, ők is észrevették ezt, hogy egy dolgot nem szabad nekik elkövetni, ha meg akarják cáfolni illegálméletét. Soha nem szabad illegálméletét a magyar krónikákkal együtt említeni. És erre kínosan ügyelnek. Tehát amikor illegálméletéről szólnak, és azt próbálják kritika alá vetni, akkor mindig csak ezt az elméletet önmagában kezelik, mint hogyha semmi vonatkozása nem lenne a magyar krónikákhoz. És ha a magyar krónikákkal foglalkoznak, akkor meg csak a magyar krónikákkal foglalkoznak, és nem említik azt, hogy mellesleg Nyugat-Európában született egy olyan történelmi elmélet, amit Illig a magyar krónikák ismerete nélkül dolgozott ki, és ez egy nagyon fontos pont, amely egyébként teljes mértékben alátámasztja a magyar krónikák időrendjét. Hát ugye fölmerültek itt olyanok is, hogy hát itt valami összeesküvés van a háttérben, hogy a magyar kutatók meg a német kutatók összedugták a fejüket, és azt mondták, hogy na, dolgozzunk ki egy megfelelő mértékben szenzáció hajház elméletet, ami nekünk jó lesz arra, hogy majd fölkeltjük a figyelmet, és akkor jó sok könyvet eladunk. Nektek magyar kutatóknak meg jó lesz azért, mert helyre tudjátok állítani a krónikáitoknak a történelmi hitelességét. Hát erről szó nincs. Illig az 1990-es években már kidolgozta ezt az elméletét, és 10 éven keresztül úgy védte Nyugat-Európában, hogy közben sejtelme nem volt arról, hogy itt a Kárpát-medencében él egy olyan nép, amelynek olyan középkori krónikái vannak, amelyek egyébként 100%-ig alátámasztják mindazt, amit ő fölvetett. Tehát ez egy nagyon-nagyon lényeges pont, hogy 2 egymástól teljesen független dolog, amely tökéletesen összecseng. Erre szoktam én azt mondani, hogy még a Szentírás is azt írja, hogy 2 vagy 3 tanú vallomására megáll minden dolog. Na most, amikor Illig elméletének a tanulmányozásába belevágtam, akkor mindjárt megláttam, először is ne ugorjunk előre, ki volt az a Heribert Illig, és egészen pontosan mit állított. Ugye Heribert Illig egy bajor kutató, aki kidolgozta ezt a fantom korszakokról szóló elméletét, aminek röviden az volt a lényege, hogy az európai történelem 3 évszázada, a 7., a 8. és a 9. század egy minden valóságalapot nélkülöző kitaláció, amit nekünk maradék nélkül törölnünk kell az időszámításról, tehát az időszalagról. Ő arra is kísérletet tett, hogy egészen konkrétan megmondja, hogy mettől meddig tartott ez az időszak. Ő azt mondta, hogy
614. szeptember végétől 911. október végéig egy olyan szakasza zajlott le, illetve nem zajlott le a történelemnek, amit nekünk maradék nélkül ki kell emelni, el kell felejteni, és ezt a két végpontot össze kell illeszteni, és akkor újra megteremtődik a történelmi folytonosság. Na most, mint majd látni fogjuk, azért Illignek ez az elmélete így ebben a formában, ahogy ő azt eredetileg kidolgozta, nem helytálló. Tehát ezt, hogy lenne egy 297 éves egybefüggő szakasz, amely maradék nélkül törlendő lenne, ez így azért nem állja meg a helyét, és Illignek az elmélete egyébként is hemzseg az olyan durván kidolgozott summás megállapításoktól, amelyek alkalmat nyitottak arra, hogy ezen keresztül egyesek megtámadják ezt az elméletet. Tehát óriási támadási felületeket nyitott ezáltal. Hát többek között a cáfolatoknak egy része is úgy szólt, ugye, hogy hogyan mondhat Heribert Illig olyat, hogy semmi nem igaz, ami 614 és 911 között történt, amikor tudjuk, hogy a magyar honfoglalás is éppen ebbe a kérdéses korszakba esik. Hát akkor most magyar honfoglalás sem volt. Nyilvánvaló, hogy az ilyen jellegű kritikákat nem érdemes komolyan venni, mert eleve rossz indulattal keletkeztek. Természetesen Illig sem állította azt azért teljesen, hogy semmi nem igaz, ami a kérdéses korszakban történt, mert a korszak peremén előre, illetve hátradatált események azért valósak lehetnek, csak nem pont akkor történtek meg, mint amikor mi azt számon tartjuk. De Illig elméletének más gyengesége is vannak. Én úgy érzékeltem, hogy nem nagyon jól ragadta meg a miérteket és a hogyanokat. Tudnék, akik az elmélettel ismerkednek, és hát mondjuk szkeptikusok, teljesen érthető módon, azoknak az első kérdés az úgy szól, hogy ugyan miért tettek volna ilyet? Tehát hogyan jutott volna bárkinek eszébe, és miért tett volna olyat, hogy 300 évet bele hazudik a történelembe? Na most természetesen Illignek is megvoltak erre a válaszai, de én ezeket a válaszokat nagyon vérszegény és gyenge válaszoknak tartottam. Illig ilyen dolgokra hivatkozott, ugye, hogy a kérdéses korszakban élt egy bizonyos harmadik Ottó, német-római császár, aki Endekaiser szeretett volna lenni. Na most a kérdéses korszakban létezett egy olyan legenda, hogy az a császár, aki az ezredforduló környékén uralkodik, és aki átvezeti tulajdonképpen az ő népét az új évezredbe, az tulajdonképpen Krisztus ezer éves uralmát fogja megalapítani itt a földön. Tehát nagyon vonzó lehetett minden német-római császár számára, hogy ő legyen az a császár, aki majd az új évezredet bevezeti. És hát a harmadik Ottó, ugye neki volt egy ilyen motivációja, hogy ő szeretett volna lenni az Endekaiser. Viszont volt egy probléma, hogy ő történetesen nem a 900-as évek végén élt, hanem a 600-as években. Ahhoz tehát, mondja Illig, hogy ő lehessen a végidőknek a császára, 297 évet be kellett iktatni az időszámításba, és így közvetlenül az ezredforduló elé tudta magát pozícionálni. Hát nem tudom, hogy ki hogy van ezzel. Én nem mondom azt, hogy ebben nem lehet valami, nem mondom azt, hogy harmadik Ottónak ne lehettek volna ilyen szándékai, de hogy ez lenne a naptárhamisításnak az eredendő oka és a miértje, én ezt a magam részéről nem tudom elfogadni. Túl gyenge lábakon álló érvnek tartom. Természetesen hivatkozott Illig másra is, hivatkozott arra, hogy nem sokkal 614 előtt ugye a perzsa seregek elfoglalták Jeruzsálemet, elhurcolták a kereszténység legnagyobb erekjét, a Szent Keresztet, és hát ugye ez a kereszt, ennek a keresztnek az elvesztése hatalmas érvágás volt az akkori keresztény világ számára, ezt mindenképpen vissza akarták szerezni, viszont soha nem sikerült nekik visszaszerezniük, ezért hát kitoldották az időszámítást, mondja Illig, 297 évvel, azért, hogy írhassanak egy olyan történelmet, amely szerint a bizánci csapatok mélyen benyomulnak Perzsiába, visszaszerzik a Szent Keresztet, és gyakorlatilag így megoldják ezt a problémát. Ezt is meglehetősen gyenge lábakon álló érvnek tartottam. Nem mondom azt, hogy nem lehetett egy ilyen motiváció a naptárhamisítás mögött, de hogy ez lett volna az egésznek a kiváltó oka, hát én ezt így kétségbe vonnám. Viszont ha tényleg hátralépünk egy lépést, és megvizsgáljuk, hogy miről szólt az a korszak, tehát mi volt annak a korszaknak a lényege, mi volt az az alapvető probléma, amire valami megoldást kellett nekik mindenképpen találniuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kérdéses korszaknak az a döntő esemény sorozata, ami meghatározta ezt az egész korszakot,
az a népvándorlások ténye volt. Tehát keletről egy óriási embertömeg lepte el Európát, szkíták, hunok, ugye, és ezek alatt a óriási tömegek alatt, Attilának a seregeinek a nyomása alatt az ókori római birodalom összeomlott, összeroppant. Tehát ezt a nyomást már nem tudta elviselni. És a római birodalom, mint olyan, megszűnt létezni. Egyébként Attila hadjáratainak van egy ilyen aspektusa is, amiről keveset szoktunk beszélni, hogy itt igazából a római birodalmi eszme volt az, ami Attila seregeit nyugat felé indította. Ennek a megszüntetése, ennek a rabszolgatartó, egész kontinensre rátelepedő kontinentális szuperhatalomnak a felszámolása. Ez volt az egyik motiváció Attila hadjáratai mögött. A római birodalom, mint olyan, megszűnt létezni, viszont a római birodalmi eszme az soha nem szűnt meglétezni. Tulajdonképpen a mai napig is létezik a római birodalmi eszme. A kérdéses korszakban, a korai középkorban volt három olyan hatalmi góc, amely ezt a római birodalmi eszmét továbbra is dédelgette, és azt a tervet tervezték, hogy onnan ebből a három hatalmi gócból kiindulva lépéseket tesznek arra, hogy a birodalmat újjászervezzék. Melyik volt ez a három hatalmi góc? Hát ugye a német-római császárság, a római pápaság és a kelet-római császárság. Vegyük észre, hogy pontosan ez az a három hatalmi góc, amit Heribert Illig is a naptárhamisítás mögötti értelmi szerzőknek tulajdonít. Tehát tulajdonképpen ő is azt mondja, hogy ezt a naptárhamisítást harmadik Ottó, második Szilveszter pápa és hetedik bíborban született Konstantin találta ki, és ők vitték véghez. Viszont érdekes, hogy Illig már nem jut el odáig, hogy a római birodalmi eszmét sejtse e mögött, az akció mögött. Na most kérdés az, hogy mit segített a római birodalmi eszmén ennek a 300 évnek a betoldása. Nekik a következő dologgal kellett számolniuk. Érkezett egy nép keletről, amely halálos csapást mért a római birodalomra, és nem elég az, hogy megszüntette ezt a birodalmat, de még itt Európa kellős közepén le is telepedett. Most teljesen természetes és magától értetődő dolog, hogyha nekik valóban az a szándékuk, hogy a római birodalmat újjáillesszék, akkor, és nyilván ez volt a szándékuk, hiszen a fiktív korszakban kreált fiktív Nagy Károlynak éppen ez volt az egyik jelmondata, hogy renovatio imperii romanorum. Tehát teljesen egyértelmű volt az a szándék, hogy újjá kell éleszteni azt a birodalmat, amit Attila kardja megszüntetett tulajdonképpen. Viszont itt Európában létrejött egy erős magyar királyság, amelynek Attiláig visszanyúló gyökerei voltak. Egy olyan uralkodó dinasztiával, amely egyenesen Attilától eredeztette magát. És hogyan tudnák ezt a birodalmat újjáéleszteni, hogyha itt létezik egy olyan nagyhatalom Európa szívében, amely pont Attilát tekinti példaadó nagy ősnek? Hát nyilvánvaló, hogy sehogy sem. Tehát nekik mindenféleképpen égető szükségszerűség volt az, hogy valahogy éket verjenek a magyarok és a hunok közé, hogy valahogy a magyarokat történelemtudatilag elválasszák attól a huna Attilától, aki a 400-as évek derekán halálos csapást mért a római birodalomra. Na most ez lehet, ahogy én látom, ennek az egész naptárhamisításnak az eredendő oka. Ez volt az az indok, ami miatt ők tulajdonképpen elkövették ezt. Na most Illig a hogyanokra is meglehetősen vérszegény magyarázatokat adott. Ugye a szkeptikusok azok mindjárt azzal indítanak, hogy hát hogyan lehetett volna mindezt úgy kivitelezni, hogy senkinek ne tűnjön fel az egészből semmi. Ugye az létezhetetlen, hogy ha az egyik nap még 600-at írunk, akkor a következő nap már 900-at írunk, és akkor ebből senkinek nem tűnik föl semmi. Illik természetesen itt is hivatkozik bizonyos dolgokra, elmondja, hogy a kérdéses korszakban az írásbeliség azért még nem volt olyan széles körben elterjedt, mint manapság. Írni, olvasni, számolni jóformán csak a kolostorokban körmölő szerzetesek tudtak, nekik pedig a főnökük ugye az a római pápa volt, aki Illik szerint maga is a naptárhamisítás egyik értelmi szerzője volt. Tehát tulajdonképpen ők a kolostorok mélyén olyan krónikákat írtak, és azokba a krónikákba olyan évszámokat raktak bele, amilyet csak akartak. Hát ez is, én nem mondom, hogy nincs benne valami, tehát teljesen természetes, hogy lehetett egy ilyen vonulata a dolognak, de azért én ezt még mindig egy vérszegény gondolatmenetnek tartom. Ezzel szemben egy egészen másik megközelítést javasolnék, és ez a megközelítés az onnan fakad,
Amikor elkezdtem tanulmányozgatni a magyar krónikáknak a különböző számadatait a magyar honfoglással kapcsolatosan. Tudnék, föltűnt nekem, hogy van két középkori krónikánk, ugye a képes krónika és Kézai Simonnak a krónikája. Mind a kettő közöl dátumokat, számadatokat arra, hogy mikor történt a magyarok második bejövetele. A képes krónika azt mondja, hogy Attila halála 445-ben történt. Na most a 445-ös évszám körül egyébként vita dúl a történészek között, mert ennek a hivatalos dátuma 453, más források 454-ről tudnak, és egyesek szerint ez a 445 is úgy jött be a képbe, hogy valaki valamikor véletlenül összekeverte Attila halála dátumának két utolsó számjegyét, és így 454-ből 445 lett. Mindegy, lényeg az, hogy a képes krónika erről a 445-ös évről tud, és kijelenti, hogy a magyarok második bejövetele ehhez a 445-ös évhez képest 104 évvel később következett be. Én magam is csodálkozom, hogy hogyan nem jutott a magyar kutatás történetében soha senkinek eszébe az, hogy megnézze, hogy mi történik 104 évvel Attila király halála után. Megnéztem. Ha 104 évet hozzáadunk, tulajdonképpen ez a 445-ös dátumhoz, akkor 549-ben érkezünk. Kézai Simon ezzel szemben azt mondja, hogy a magyar honfoglalás 872-ben volt. És a két dátumnak van-e bármi köze egymáshoz? Az igazán nagy felismerés akkor jött, amikor megnéztem, hogy a kettő között mekkora az időbeli távolság. Tehát a képes krónikából következő 549-es honfoglalás dátum és a Kézai krónikájában meglévő 872-es honfoglalás dátum között pontosan 323 év a különbség. Miért lényeges ez? Azért, mert az ókorban létezett egy olyan időszámítási rendszer, amely Nagy Károly, vagy pontosabban Nagy Sándor halálától kezdte számolni az éveket. Ez volt a Philippos éra. Tudjuk, hogy Nagy Sándor időszámításunk előtt 323-ban halt meg, és az ő halála évétől útnak indult ez az időszámítási rendszer. Ha valaki a középkor során még mindig ezt a Nagy Sándor féle dátumot használta, tehát Nagy Sándor féle évekkel mérte az időt, akkor pontosan 323-mal nagyobb dátumokat kellett, hogy használjon azoknál, mint akik már Krisztus szerint számolták az időt. És íme itt van két magyar krónika, amely pontosan előállítja ugyanezt az időbeli távolságot, ugyanazon eseménynek kapcsán. Tehát a magyar honfoglás az egyik azt mondja, hogy 549-ben történt, a másik azt mondja, hogy 872-ben történt. A kettő közötti időbeli távolság pontosan megfeleltethető a Nagy Sándor féle dátumok és a Krisztus szerinti dátumok közötti időbeli távolságnak. Na ekkor értettem meg, hogy itt igazából a naptár hamisítás logikája mögött valami egészen mást kell sejtenünk, mint amit Heribert Illik feltételezett. Tehát nem arról van szó, hogy en bloc beemeltek 297 vagy 300 vagy mindegy mennyi évet az időszámításba, hanem át kell fogalmaznunk a problémát. A probléma az úgy szól, az én olvasatomban, hogy a korai középkor során, ugye még nem volt természetes a Krisztus szerinti időszámítás. Olyannyira nem volt természetes, hogy majd csak az 500-as években jut először eszébe egy Dionysius Exiguus nevű szerzetesnek az, hogy illendő lenne, ha nem mindenféle pogány időszámításokat használnánk, hanem Jézus Krisztus születésétől számítanánk az időt. De hiába jutott ez Dionysius Exigusnak az 500-as évek során eszébe, míg évszázadok kellettek ahhoz, hogy ez tényleg széles körben elterjedjen. Tehát mi biztosra vehetjük, hogy a kora középkor eseményeinek az eredeti dátuma, az semmi esetre nem lehetett Krisztus szerinti dátum. Tehát nyilvánvaló, tehát napnál világosabb, hogy amikor ezek az események lezajlottak, akkor csak olyan dátumokkal tudták datálni ezeket az eseményeket, ami valami másfajta időszámítási rendszer szerint értendő. Most a későbbiek során azonban megteremtődött az igény arra, hogy Krisztus szerint számolják az éveket, és a 900-as, 1000-es évek körül már olyan krónikák születtek, amelyek egyértelműen a Krisztus szerinti időszámítást használják. Csak hát ugye valamit kezdeniük kellett a korábban íródott krónikákkal is. És akkor elindult egy átszámítási művelet. Ugye vegyük elő a régi krónikákat, menjünk időrendi sorrendbe, és számoljuk át azoknak a dátumait. Hogyan tudják mondjuk a Nagy Sándor féle dátumokat átszámolni Krisztus szerinti dátumokra? Hát nyilván 323 évnek a levonásával. És akkor kezdték a Krisztus születéséhez közelebbi dátumokkal, és akkor időben haladtak egyre feljebb, és valahol ez az átszámítási hadművelet félbeszakadt.
Az időszalag egy pontján, míg pontjáig átszámított dátumokat találunk, majd egy bizonyos pont után a dátumokat elmulasztották átszámítani. Tehát nem átszámítva konvertálták át Krisztus szerinti időszámításra, hanem átszámítás nélkül minősítették át Krisztus szerinti időszámításra. És a mi tragédiánk az, hogy ez a pont, ahol már nem számolták át a dátumokat, csak átminősítették, ez valahol a magyarok első és második bejövetele között történt. Mit eredményezett ez? Azt eredményezte, hogy Attila kora úgy őrződött meg, hogy átszámított dátumokat rendeltek hozzá. Tehát magyarul az eredeti nagy dátumokat, tehát 323-mal nagyobb dátumokat, 323 év levonásával csökkentették. Így került Attila a 373-as, 74-as évek elejére. Viszont a magyar honfoglást, meg érdekes módon, magyar honfoglás dátumait átminősítették Krisztus szerinti dátumra, tehát itt elmulasztották a 323 évet levonni. És ezáltal előállt egy olyan irdatlan időbeli távolság történelmünknek e között a két szakasza között, amelybe aztán a későbbiek során mindenféle egyéb népeket be tudtak vonultatni, és ki tudták tölteni mindenféle olyan köztes birodalmakkal, amelyek alkalmasak voltak arra, hogy éket verjenek a történelmünknek e közé a két szakasza közé. Na, például Illig erről nem ír. Érdekes, hogy a könyvében, az eredeti kitalált középkor című könyvében egy bekezdés erejéig megemlíti, hogy a Gunnar Heinsonnal folytatott diskurzus során Gunnar Heinson fölvetette neki, hogy nem lehetséges-e, hogy az európai történelem három fiktív évszázada azáltal került be az időszámításba, hogy egy Nagy Sándor szerinti dátumot helytelenül Krisztusra vonatkoztatva olvastak. És érdekes módon Illig ezt leírja. Egy bekezdést foglalkozik vele a könyvében, és utána nem is foglalkozik vele tovább. Miért? Azért, mert ő mindenképpen görcsösen ehhez a 297 éves csúsztatáshoz ragaszkodik, foggal körömmel, és természetesen neki bizonyos szempontból igaza is van. Mert a nyugat-európai történelmet illetőleg ez a 297 év tűnik megalapozottnak. És nyilván ennek a 297 évnek is megvan az oka, az eredete, hogy honnan jön ez. És érdekes módon ez sem Illig világítja meg, hogy miből jön ez a 297 éves csúszás, hanem Illignek az egyik munkatársa, Uwe Topper, aki a Nagy Naptárhamisítás című könyvet írta, ez a könyv magyar nyelven is elérhető egyébként. Ő az, aki nagyon sokat foglalkozott az arab világnak a kérdéseivel. És Uwe Topper egy nagyon-nagyon érdekes megállapítást tesz. Tudnék, föltűnt neki, hogy a 300-as években egy jelentős eretnek mozgalom alakul ki a keresztény világon belül. Ez az eretnek mozgalom az ariánus eretnekség. De tudjuk, hogy Arius Líbiában született 256-ban, 318-ban kezdte hirdetni eretnek tanait, aminek az volt a lényege, hogy ő alapvetően elfogadta ugyanak a keresztény és a zsidó szent iratokat, de Jézus Krisztus istenségét kétségbe vonta. Tehát ő azt mondta, hogy Krisztus egy nagy próféta volt, viszont semmiképpen nem lehetett egy lényegű Istennel. Most ez a keresztény egyházban óriási vitákat szült, és szakadásra ment a dolog. Ez a szakadás, ez 325-ben történt meg a níciai zsinaton. Tehát itt vált külön tulajdonképpen két olyan jelentős vallási mozgalom, amely közül az egyik elutasította Krisztus istenségét, a másik pedig elfogadta. Az ariánizmusról hallunk ugyan még a 300-as évek vége felé, míg a 400-as évek elején is egy keveset, de utána a téma lecseng, és nem hallunk többé arról, hogy az ariánusok mit tettek, hogyan alakult a későbbi sorsuk. De érdekes módon Topper fölfigyel rá, hogy három évszázaddal később újból megjelenik egy jelentős vallási mozgalom, amely alapvetően ugyanúgy elfogadja a keresztény és a zsidó szent iratokat, viszont Jézus Krisztus istenségét épp úgy megkérdőjelezi, mint 300 évvel korábban az ariánusok. Ez a vallási mozgalom pedig nem más, mint az iszlám. És amikor Topper megnézte, hogy tulajdonképpen mekkora az időbeli távolság a Áriusnak a kiátkozása, tehát ugye ez a 325-ös níciai zsinaton történt, és az iszlámnak a születésnapja, ez ugye a hijra, hagyományosan 622-re teszik, akkor kiderült, hogy az időbeli távolság pontosan 297 év. Tehát valahogy ezt a két eseményt, az ariánus eretnekség kiátkozását, és
az iszlámnak az indulását mesterségesen 297 év távolságba tolták egymástól. Ez még mindig nem ad magyarázatot arra, hogy miért pont 297 évvel kellett eltolni az iszlám indulását. Ezen a ponton mondja azt Topper, hogy egészen biztosak lehetünk benne, hogy ha a níciai zsinaton használtak bármiféle időszámítást, akkor az nem a Krisztus szerinti időszámítás volt, hiszen a 300-as években vagyunk, és a 300-as években még az ötlete sem született meg annak, hogy Krisztustól kellene számítani az éveket. Tehát ha használtak valamilyen időszámítást a níciai zsinaton, akkor az mindenképpen a Julián naptár bevezetésétől számított időszámítási rendszer lehetett. Hát ugye mi ez a Julián naptártól számított idő? Tudjuk, hogy Julius Cézár időszámításunk előtt 45-ben egy Szoszigenész nevű egyiptomi papnak a segítségével megreformálta a régi római naptárt, és bevezette a 365 napos éveknek a rendszerét, és a 4 évente ismétlődő szökőéveknek a rendszerét. Viszont ez a naptár tartalmazott egy szisztematikus hibát, ennek még jelentősége lesz a későbbiekben, viszont azt tudni kell, hogy ettől a dátumtól, tehát onnantól kezdve, hogy Julius Cézár bevezette ezt az időszámítási rendszert, elindult az évek számlálásának a rendje. Tehát nem csak Jézus Krisztustól született időszámítási rendszer létezett, hanem létezett egy Julián naptár bevezetésétől induló időszámítási rendszer is. Na most, mivel az időszalagunkon nulladik év nem létezik, ezért a Julián naptár bevezetésétől induló időszámítási rendszer és a Krisztus szerinti időszámítási rendszer dátumai között nem 45 év a különbség, hanem 44 év. Na most azt én magam is észrevettem, hogy ez a 44 éves különbség számtalan helyen fölbukkan a koraközépkor történetében. Ezzel még foglalkozni fogunk, mert rettentően érdekes téma, és minket is hozzásegít ahhoz, hogy a krónikáink bizonyos nehezen értelmezhető részeit egy teljesen új megvilágításba helyezzük. Topper tehát azt mondta, hogy a níciai zsinaton ők nem azt tudták, hogy ők 325-ben vannak Krisztus szerint, hanem azt tudták, hogy ők 369-ben vannak a Julián naptár bevezetése szerint. Tehát ők a 369-es dátumot hitték, fogadták el, erről tudtak. Viszont szerették volna valahogy a híveik előtt kihangsúlyozni azt, hogy ez a mozgalom, amely most róluk leszakadt, a kereszténységről leszakadt, amely Krisztus istenségét elutasítja, kétségbe vonja, ez minden definíció szerint egy antikrisztusi mozgalom. Tehát az, aki Krisztus istenségét kétségbe vonja, az teljesen logikusan antikrisztusi. És mit tettek? Az arianizmusnak a születésnapját, ami tulajdonképpen az iszlám születésnapja is egyben, 297 év hozzáadásával a félelmetes 666-os esztendőre rögzítették. Tehát szándékosan datálták arra az évre, szándékosan csúsztatták arra az évre, amely az antikrisztusnak a száma a Szentírás szerint. Hogy ezzel is kifejezésre juttassák, hogy itt egy olyan eretnek mozgalom indult el, ami egyértelműen sátáni, tehát ezzel próbáljuk a híveinket visszatartani attól, hogy ezt a mozgalmat kövessék. Viszont ahhoz, hogy 369-ből ugye 666 legyen, ahhoz pontosan 297 évet kell a naptárhoz hozzáadni, és ez ennek a 297 évnek az eredete. Na most, ha erről 44 év csúsztatásról szó esett, akkor itt ezen a ponton meg kell említeni azt is, hogy itt a magyar történelem vonatkozásában számtalan helyen fölbukkan, számtalan helyen belefutunk ugyanebben a 44 éves differenciába. Tudnélik, föltűnt nekem Attilának az extrém hosszú élete. Ugye azt írja azt írják a magyar krónikák, hogy Attila 5 esztendeig vezérkedett, 44 évig királykodott, és 124 évig élt. Fölmerült bennem, hogy nem lehetséges-e az, hogy Attila csak azért él 124 évig, mert valakik valamikor az életének a közepébe, tehát a hun korszak, a hun bejövetel és Attilának a nyugat-európai hadjárata és halála közé beiktattak egy ilyen 44 éves fiktív szakaszt. Mint ahogy az előbb is idéztem, a krónikákban egyértelműen megjelenik, hogy Attila 44 évig királykodott. Ezzel a közléssel én nem nagyon tudtam sokat kezdeni, mert valahogy nem illett bele az Attiláról kialakult képembe. Tehát az, hogy itt van egy fejedelem, aki bejön, 44 évig királykodik, 44 évig nem történik semmi, majd élete végén gyorsan lezavar két hadjáratot Róma ellen, egy itáliai hadjáratot, meg egy nyugat-európai hadjáratot, valahogy ilyen valószerűtlennek tűnt. De ha én feltételezem, hogy ez a 44 év betoldás, ez tulajdonképpen úgy keletkezett, hogy
Attila életének befejező dátumait Julianuszi era szerint datálták, tehát a Julián naptár bevezetésétől induló időszámítási rendszer szerint datálták, a Hun korszak kezdetét, tehát mondjuk a 373-as bejövetelt pedig Krisztus szerint, akkor ez a fiktív szakasz eltűnik Attila életéből. Na most, hogyha korrigáljuk Attila élete befejező szakaszának a dátumait, akkor ugye 44 év levonásával Krisztus szerinti dátumokra kellene alakítanunk őket. Ha Attila 454-ben hal meg, akkor 44 év levonásával azt tapasztaljuk, hogy a halála 410-re kerül vissza. Történik-e bármi 410-ben? Megnéztem, kiderült, hogy igen, történik. Tudnék, fölbukkan egy Alarik nevű gót fejedelem, akiről kiderül, hogy a 400-as évek első évtizedében pontról pontra a legapróbb részletezettségig ugyanazokat teszi, mint Attila 44 évvel később. Tehát, én ugye a 2003-as Magyar Krónikák és a Kitalált Középkor című kis rövid tanulmányomban táblázatos formában kimutattam, hogy amit tesz Alarik a 400-as évek első évtizedében, pontosan azt teszi Attila 44 évvel később. Tehát, hogyha Attila a Balkánt támadja, akkor Alarik is ezzel kezdi a munkálkodását, hogy a Balkánt támadja. Ha Attila békét köt a Balkánnal és nyugat felé fordítja a tekintetét, akkor Alariknál is megvan ugyanez a momentum. Ha Attila azt tervezi, hogy át kell a tengeren és meghódítja Egyiptomot, Asszíriát és Afrikát, ugye tudjuk, hogy a krónikában világosan le van írva, hogy északot, délt, keletet, nyugatot széltében hosszában uralma alatt tartván azt forgatta az elméjében, hogy át kell a tengeren, meghódítja Egyiptomot, Asszíriát és Afrikát. Érdekes módon ez az elem egy az egyben került át Alariknak az élettörténetébe. Róla is azt olvassuk, hogy élete vége felé azt tervezte, hogy most átvonul Amerikába, vagy Afrikába is az afrikai kontinensnek tehát a régi római provinciát, az észak-afrikai provinciát azt is meghódítja. És ami a legkülönösebb, ugye tudjuk Gárdonyi Géza óta, hogy Attilát hármas koporsóban folyómederbe temették. Ugyanez az elem Alariknál is fölmerül. Kiderül, hogy egy kis itáliai folyó medrébe temetik hármas koporsóba. Amikor én ezt elolvastam, akkor azt mondtam, hogy ez képtelenség, tehát teljes lehetetlenség, hogy ez eddig soha senkinek nem tűnt föl. Hogy ott van két fejedelem a 400-as évek elején, az egyik a 400-as évek első évtizedében, a másik a 400-as évek derekán, ugyanazt teszik pontról pontra, és senkinek nem tűnik fel a kettő közötti egyezés. De ez a 44 év távolság, ez más szempontból is jelentős. Tehát nagyon sok olyan dolgot, ami eddig érthetetlen volt a számunkra, más megvilágításba helyez. Ugye tudjuk, hogy Attila halála után kitört a háború Csaba és Aladár között. Csabával a hunok józanabb része tartott, Aladárral pedig az idegen nemzetség kevés számú hunnal, így írják a krónikák. És hát ugye ezek során, a harcok során Csaba sok győzelmet aratott, de a végső döntő ütközetekben alul maradt, és menekülni kényszerült. Hova menekült Csaba? Hát tudjuk, hogy 15 ezer hunnal az élem Görögországba ment, Honorius görög császárhoz, aki neki tulajdonképpen anyai nagyatja volt. Most itt ezen a ponton a hivatalos történettudományosság mit mond? Azt mondja, hogy itt van egy újabb, teljesen képtelen adat. Hát hogyan tudott volna Csaba Görögországba menekülni Honorius császárhoz 453-ban vagy 454-ben, amikor Honorius császár 423-ban már meghalt. Tehát egy 30 éve halott császárhoz menekül vissza Csaba. Teljesen egyértelművé válik, hogyha én Attila halálát visszahelyezem 410-re, és feltételezem, hogy Attila pontosan akkor halt meg, mint amikor Alarikról van följegyezve, hogy meghalt, akkor 410-ben tör ki a háború Csaba és Aladár között, és Csaba is ekkor menekül Honoriushoz. Itt tehát magyarul még életben találhatta Honorius császárt. És mennyi ideig élt még Honorius császár ezután? Pontosan 13 évig. Miért lényeges ez? Azért, mert a krónikák történetesen azt is feljegyzik, hogy Csaba 13 évet időzött Honoriusnál Görögországban. És ez a krónikás közlés teljesen értelmezhetetlen lenne, ha én nem számolnék azzal, hogy mindaz az eseménysorozat nem a 400-as évek derekán zajlott le, hanem 44 évvel korábban. De másik nagyon érdekes dolog is következik ugyanebből a 44 éves problémából. Tudjuk, hogy ugye Attila a galliai hadjáratát 451-ben vezette. Ennek a hadjáratnak a lefolyása ez úgy nézett ki, hogy a hunok
Attila vezetésével a Kárpát-medencéből kiindulva, a Duna és a Rajna vonalát követve eljutottak Galliáig, betörtek a tartományba, és ott sor került erre a híres katalaunumi ütközetre, amelyről hát ugye a kimenetele az kérdéses, tehát vannak, akik azt mondják, hogy Csaba, vagy Attila ezt a csatát elvesztette, vannak olyanok, akik azt mondják, hogy megnyerte. A magyar krónikák egyértelműen írják, hogy ezután a csata után emelkedett föl Attilának a lelke, és ezután értette meg azt, hogy tulajdonképpen az egész világ a lábai előtt hever, és már azt pontolgatta az elméjében, hogy át kell a tengeren, elfoglalja Egyiptomot, Asszíriát és Afrikát. Tehát teljesen világos, hogy itt ezen a kontinensen már nem volt neki mit elfoglalnia. Ahhoz, hogy ha ő újabb hódításokat szeretett volna végrehajtani, ahhoz neki már másik kontinensre kellett volna átmennie. Tehát itt került sor erre a katalaunumi ütközetre, ennek a dátuma hagyományosan 451. Na, ha én föltételezem, hogy ez a dátum is egy 44 évvel megnövelt dátum, és 44 év levonásával Krisztus szerinti dátumra alakítom, akkor 407-be érkezek. Miért jelentős ez a 407-es év? Azért, mert 407-es évben a következőket jegyezte fel a történelem. A Kárpát-medencéből kiindulva egy alán, vandál és szvéd csapatokból álló sereg a Duna és a Rajna vonalát követve megindul nyugat felé. 407 szilveszterin, ha jól emlékszem, átkel a Rajnán, betör Galliába és feldújja azt a tartományt. A két esemény sorozat között 44 év különbség van. És mi komolyan vesszük ezt is, meg komolyan vesszük azt is. És számolunk ezzel is, és számolunk azzal is. És nem vesszük észre, hogy a 400-as évek első évtizedének alán vandál és szvév serege, az 44 évvel később már hunseregként tűnik föl. Tehát gyakorlatilag ugyanazt hajtják végre. De még egy nagyon érdekes dolog van ezzel kapcsolatban. Tudnék, ez a vandál sereg nem állt meg Galliában, nem fordult vissza, mint ahogy azt a magyar krónikák is egyébként írják, hogy Attila a katalaunumi csatát közvetlenül megelőzően a seregét megosztotta, és egyharmadát válogatott kapitányokkal az élen Hispániába küldte egy oda betörő bizonyos Miramamona nevű marokkói szultán ellen. Na most a hivatalos történelemképből ez a momentum teljesen kimarad. Tehát ők úgy tanítják, hogy a hun támadás katalaunumi csata után megrekedt, és akkor utána Attila csapatai visszajöttek a Kárpát-medencébe. Az, hogy bármiféle csapatok indultak volna Hispánia felé, ezt nem tanítják nekünk. Miért nem? Azért, mert azt mondják, hogy mekkora időrendi képtelenség már azt feltételezni, hogy a 400-as évek derekán Attila arab csapatokat küldhetett volna, vagy hun csapatokat küldhetett volna az Hispániába betörő arabok ellen, holott az arab expanzióra majd csak 3 évszázaddal később kerül sor. Tehát vegyük észre, hogy megint ugyanaz az időrendi probléma, hogy a mi krónikáink hiteltelenek, mert van ez a 300 éves ellentmondás. Ha megnézzük ezt a vandál hadjáratot, amely 407-ben zajlott le, akkor azt tapasztaljuk, hogy Gallia feldulása után a vandálok dél felé fordulnak, 409-ben átkelnek a Pireneusokon, és betörnek Hispániába. Tehát ott van tulajdonképpen a 400-as évek első évtizedében a krónikáink által megörökített Miramamona ellen küldött csapatmozgás egy az egyben. Csak hunok helyett, alánokkal, vandálokkal és szvévekkel. Sőt, az is érdekes, hogy ezek a vandálok nem állnak meg Hispániában. Pontosan tudjuk, hogy Hispániában a szvévek és a vandálok összetűzésbe keverednek egymással, és emiatt 429-ben egy bizonyos Geiserik nevű királyuknak a vezetésével délfelé veszik az irányt, átkelnek a Gibraltári tengerszoroson, és átkelnek Észak-Afrikába. Tehát pontosan úgy, mint ahogy Attila is tervezte egyébként, hogy átkel Észak-Afrikába, és ott is hódításokat fog végezni. Ő ezt már nem tudta elvégezni, viszont az a seregtest, amit Hispánia felé küldött, ez megtette azt. Tehát átkeltek a Gibraltári tengerszoroson, és az észak-afrikai partok mentén haladva eljutottak egészen az ősi Kártágóig, azt meghódították, és megalapították a körülbelül 100 esztendeig virágzó alán vandál és szvév királyságot. És ez a királyság innen kiindulva ugye támadta a földközi-tengeri szigeteket, sokat el is foglalt közülük, illetve több alkalommal megtámadta magát Rómát is. Most amikor én ezzel szembesültem, akkor hát ugye elgondolkodtam rajta, hogy
hogy kik állhatnak akkor valójában az alánok, a vandálok és a szvívek mögött. Ugye a szvívekkel kapcsolatosan nem nagyon voltak kétségeim, hogy emögött tényleg valódi germánokat kell értenünk, de kik lehetnek azok az alánok, és kik lehetnek azok a vandálok. Az alánokkal kapcsolatosan teljesen egyértelmű a történelmi kutatók álláspontja, hogy ez nem más, mint a ma általunk jól ismert Jásznak nevezett népcsoport, tudnék, őnekik egy másik megnevezésük az alán. Ez az alán szó, ez eredetileg arián volt és nemeseket jelent, csak ugye a Bihari Gábor a Népek országútján című könyvében írja le, hogy az alán népnek a nyelvére egy jellegzetes RL hangváltozás volt a jellemző, és többek között ez okozta azt, hogy az ariánból alán lett. De akkor kik lehetnek a vandálok? Na most, amikor én ezzel a vandál formával, névvel elkezdtem foglalkozni, rögtön beugrott az, hogy Boda Lászlónak az egyik könyvében a 670-es népmozgásokkal kapcsolatosan, amikor is ugye Kubernek, az onogur bolgár népe bejön a Kárpát-medencébe, és itt bebocsátást kér a pannóniai avaroktól, hogy ezekkel a onogur bolgár népekkel egy bizonyos vangár népcsoport is bejön a Kárpát-medencébe. És Boda Gábor, vagy Boda László leírja, hogy nagy valószínűsége itt korai magyarokról lehet szó, amiket egyébként már László Gyula is feltételezett a kettős honfoglalás elmélete során, hogy a 670-es népmozgások során már megjelennek az első magyar betelepülők. És ez a vangár forma, ez engem elgondolkodtatott. Tudnék, a szlávok, azok mind a mai napig vengernek neveznek bennünket. Tehát a hungár népnevünknek egy olyan formáját használják, ahol ami V betűvel kezdődik, és hát igen, közel áll, azt kell, hogy mondjam, a vandál formához. Tudnék, a vandál meg a vangár között tulajdonképpen egy RL és egy GD hangváltozás van mindössze. És ekkor merült föl bennem, hogy emögött a vandál sereg mögött tulajdonképpen Attila hungár népét, hungár seregét kell feltételeznünk. Ez viszont döbbenetes távlatokat nyit a magyar történelem előtt, ha belegondolunk. Mert azt nem én mondom, és nem a kitalált középkor elmélet kapcsán, hogy a vandálok eljutottak Észak-Nyugat-Afrikáig, hanem ez a történelmi kutatásnak az egyetemleges álláspontja. Amit én ehhez hozzáteszek, az csak annyi, hogy ezek a vandálok, ezek nagy valószínűséggel vangárok, vagyis vengerek lehettek. Most megvizsgáltam ezeket az észak-afrikai területeket, hogy van-e bármi nyoma magyar letelepedésnek. Tehát komolyan lehet-e bennünk egy olyan feltételezést, hogy esetleg az Attila csapatairól 451-ben leszakadt néprész, Hispániába költözve, majd onnan Észak-Afrikába tovább költözve népesítette volna be ezt az észak-afrikai területet. Megvizsgáltam a település neveket. Hát meg kell mondjam, hogy döbbenetes dolgokat találtam. Ez a kérdéses terület valósággal hemzseg a magyar gyanús elnevezésektől. Nem is tudom, hogy hány El, Magar, Maguerba, stb. Nevű települést találtam. Van Észak-Nyugat-Afrikában összesen 6 darab nádor. Ezek közül egyik egy nádor nevű tartománynak a központja is egyben. Akkor a besenyőkre utaló település nevek sokasága, a dák törzsekre utaló település nevek sokasága, hogy más nem mondjak, Dakar, ha talán mond valamit ez a név. És a kabarokkal kapcsolatos elnevezések. Tehát, hogyha valaki ezeket az észak-nyugat-afrikai település neveket alaposabban megvizsgálja, sajnos nekem is elég korlátozottak a lehetőségeim arra, hogy ezt a munkát elvégezzem, akkor masszív magyar párhuzamokra lehet. És ezen a ponton döbbentem rá, hogy ennek az egész térségnek van egy összefoglaló megnevezése. Maghreb. Na most, tehát gyakorlatilag a Marokkótól, Algérián, Tunézián, Líbián, egészen Egyiptomig tartó területet hívják hagyományosan Maghrebnek, és amikor rájöttem, hogy ennek a területnek ez az összefoglaló megnevezése, rögtön beugrott, hogy Afrikában, Núbia és Egyiptom határán él egy magyar néptöredék, amely magát magyar ápnak nevezi. Ugye tudjuk, hogy az oszmán uralom idején nagyon sok fogoly lett elszállítva a török birodalom területére, és ezeket ott telepítették le. Na most ezek a magyar nyelvüket már elvesztették, de a magyar azonosságtudatukat a mai napig őrzik. És a velük kapcsolatos híradások azok sohasem mulasztják el megjegyezni, hogy tulajdonképpen
A magyar áb megnevezés az nem a magyar és az arab szavak összevonása által jött létre, hanem ez egyszerűen annyit jelent az arab népek nyelvében, hogy magyar törzs. Tehát az áb végződés az mindig törzset jelent. Tehát valahogy úgy lehet ezt értelmezni, hogy magyar apától származó, tehát magyar ágbeli, magyar áb. És ha megfigyeljük, a Maghreb formula az teljesen megfeleltethető ennek. Mindössze egy más hangzó torlódás jelenik meg benne. És hát nyilván a G helyett egy G hangzó. Na akkor megnéztem ezeket a vandál királyokat, akik tulajdonképpen ezt a népet Hispániából átvezették Észak-Nyugat-Afrikába. Hát az első vandál király, tehát az a vandál király, aki magát ezt a műveletet levezényelte, Geiserik. És tudjuk, hogy a Rik végződés az általában egyszerűen annyit jelent, hogy király, de a névnek az eleje az nagyon sokat mondó a mi számunkra. Tudni, ez a Geis, ez nem más, mint Géza fejedelmünknek a neve többek között. Tehát egy ősi magyar név. Geiseriknek az utóda, az ő neve is rendkívül sokat mondó, őt úgy hívták, hogy Hunerik. Aztán az utolsó észak-nyugat-afrikai vandál királynak a neve Geila Mir. Na most, aki ebbe a Geila névbe nem fedezi fel a Gyula nevet, hát ugye elég egyértelműen adja magát. Tehát van itt a történelmünknek egy olyan páratlan lehetősége, hogy ezeket a kapcsolódásokat, ezeket a kötődéseket megvizsgáljuk, amit soha, semmi esetre sem volna szabad kihagyni. Tehát nem dughatja a magyar kutató társadalom a homokba a fejét, csak azért, mert illegálmélete túl meredek. Én számtalanszor megkaptam ezt a dolgot, hogy jó, tetszik mindez, amit elmondok, de ez egy kicsit azért túl meredek. Kérem tisztelettel, a magyar krónikákban teljesen egyértelműen benne van az, hogy Attila csapatokat küldött Hispánia felé. Ha mást nem is, tehát hogyha már az észak-afrikai vonalat nem is tudja valaki elfogadni, legalább ezt vegye komolyan, amit a magyar krónikák határozottan állítanak. Mert egyébként egyetlen egy olyan pontja nincs Nyugat-Európának, ami olyan masszív magyar kötődéseket mutatna, mint Hispánia. Hát ugye a krónikák leírják, hogy Hispánia onnan kapta a nevezetét, hogy oda ugye Attila egy sereget küldött, amelyben sokan voltak kapitányokká téve. És a kapitányokat az eredeti hun nyelvben ispánoknak nevezték, tehát innen vette az egész térség a nevezetét. Tehát az az ország, az tulajdonképpen Hispánia. Aztán nagyon érdekes megfigyelni, hogy ugye volt egy magyar, hát hogy ezt a kifejezést használjam, őshaza, vagy egy olyan szállásterület, amit nagyon sokáig használtak eleink a dél-kaukázusi térségben, és ebben a térségben szintén fölbukkan egy Hispánia. Sőt, ugyanebben a térségben, a dél-kaukázusi térségben fölbukkan egy Ibéria. És milyen érdekes, a hispániai félszigetnek is van egy ilyen megnevezése, hogy Ibéria. Aztán a magyar krónikákban fölbukkannak ilyen megnevezések, hogy Berzília például, ami már a Kárpát-medencében Bercel formában jelenik meg. Érdekes módon Hispániában is van egy Barcelona nevű város. És a végtelenségig lehetne sorolni ezeket a kötődéseket, ezeket a kapcsolatokat, csak ugye kutatók kellenének, akik foglalkoznak a témával, akik időben is, anyagilag is megtehetik azt, hogy ezeket a kapcsolatokat föltérképezik. Na most kicsit témát váltva, ugye foglalkoznunk kell azokkal a korszakokkal, azokkal a birodalmakkal, azokkal a népekkel, amelyeket a kitalált fiktív korszakban nekünk legyártottak, hogy úgy mondjam. Ugye a tegnapi nap folyamán az előadásokat hallgatva, hát szomorúan állapítottam meg, hogy voltak, akik még mindig onogur bolgárokat emlegettek. Volt az a teljes kuvrát és kuberféle onogur bolgár képződmény, az teljesen más megvilágításba helyeződik, hogyha én az Illignek a kitalált középkor elméletét egy kicsit komolyabban veszem. Tudnilik. Ugye mit tudunk erről a birodalomról? Erről a kovrátféle onogur bolgár birodalomról azt kell tudni, hogy ennek a történelme kezdő dramaturgiai elemként rögtön a birodalom felbomlásával kezdődik. Tehát azzal indul, hogy van ott egy ilyen nagy onogur bolgár birodalom, amely megszűnik létezni, fölbomlik Kovrát halála után. Ugye van egy ilyen történet, hogy Kovrát összehívja a fiait, és egyenként sok-sok nyilvesszőt eltör, majd összefog több nyilvesszőt, és azt már nem tudja eltörni, és ezzel arra próbálja a fiait tanítani, hogy a halála után ne szíredjenek el, hanem maradjanak együtt, mert együtt nem tudják őket legyőzni, de hogyha elszírednek, akkor külön-külön mindegyiket legyőzi az ellenség. Na most Kovrát fiai nem fogadták meg apjuknak az intését, és tudjuk, hogy a halála után
670 körül a szélrózsa minden irányában elszíledtek. És köztük az egyik fia, Kuber, 670 körül ugye bebocsátást kér a pannóniai avar birodalomban, és itt telepedik le a népével. Na ez az az elem, amire a kettős honfoglalás elméletnek a hívei szoktak hivatkozni, hogy valószínűleg ez volt az az első olyan népvándorlás, amikor igazi magyar népesség jöhetett be a Kárpát-medencébe. És azt kell, hogy mondjam, hogy a kettős honfoglalás elmélete akármilyen jó szándékból született, azért a kitalált középkor elmélet fényében teljesen más megvilágítást nyer. Mert ugye László Gyula érezte azt, hogy ugye a magyar krónikák olyan masszívan beszélnek arról, hogy itt két bejövetelünk volt, hogy egészen bizonyos, hogy neki találnia kell valahol a magyar múltban egy olyan pontot, ahol már magyar néprészek vetődhettek a Kárpát-medencébe a honfoglásunkat megelőzően. És ezt ebben a Kuber-féle 670-es bejövetelben vélte felfedezni. Viszont ezzel a 670-es bejövetellel van egy igen súlyos probléma. Mégpedig az, hogy pontosan 297 évvel nagyobb a dátuma, mint a hun birodalomnak a felbomlásának, tehát tulajdonképpen a hunok első bejövetelének. Tudjuk, hogy amikor a hunok Szkítiában megsokasodtak, akkor egybegyűltek, maguk közül kapitányokat választottak, és elhatározták, hogy benyomulnak a nyugati tájakra. Mikor történt mindez? Krónikáink szerint 373-ban. Kuvrát Onogur bolgár birodalmának a felbomlása 670-ben történt. A kettő közötti időbeli távolság az pontosan az Illig által fiktívnek tekintett 297 évet adja. Viszont, hogyha megvizsgáljuk Kubernek a történetét, akkor rendkívül érdekes dolgokra bukkanunk. Tudnék, nem teljesen minden valóság alapot nélkülöző az, ami Kuberrel történt. Természetesen Kuber meg az Onogur bolgár birodalom úgy abban a formában különálló történelmi képződményként fiktív. Viszont van történelmi alapja. Most nézzük meg, hogy ki áll valójában Kuber személye mögött. Kuberről azt kell tudni, ugye, hogy betelepedik a Kárpát-medencébe a népével, majd 5 éven belül összetűzésbe kerül a pannóniai avarokkal. Háborúra kerül a sor. Kuber harcol az avarokkal, ezek során a harcok során föl van jegyezve, hogy rendre győz, de végül mégis alul marad, és menekülni kénytelen. Hova menekül Kuber? Görögországba menekül, Tesszalonikában telepedik le. Ez rendkívül érdekes, mert ez a momentum egy az egyben Csabának a Csabával megtörtént esemény sorozatot ismétli. Hát tudjuk, hogy Csaba volt az, aki a Kárpát-medencében harcolt a testvérével Aladárral, és Csaba volt az, aki alul maradt a harcok során, és Görögországba telepedett le, mert hiszen az akkori görög császár Honorius neki az anyai nagyatja volt. Ugyanez az elem egy az egyben kerül át Kubernek a történetében. De mi mégis komolyan veszük Kubernek a személyét, és úgy teszünk, hogy igen, itt volt egy Onogur bolgár birodalom, igen, annak a fejedelmét Kubernek hívták, és ők bejöttek, és ez is ez történt. És nem veszük észre, mert akkora időbeli távolságba taszították a két eseménysorozatot egymástól, hogy már nem lehet párhuzam, meg nem merünk párhuzamat vonni köztük. Na most érdekes, hogy tudjuk, hogy Csaba Görögországból visszatér Szkítiába, 13 évi görögországi tartózkodás után, viszont ez az elem nincs benne Kubernek a történetében. Tehát Kuberről nem olvasunk semmi olyasmit, hogy ő 13 év múlva visszatért volna Szkítiában. Érdekes módon ez az elem nem Kubernek a történetében jelenik meg, hanem Kuber apjának, Kovrátnak a történetében. Tudni, Kovrátról van az följegyezve, hogy ő Túsz volt Bizáncban, azt hiszem 619-ben keresztelkedett meg Bizáncban, majd megengedték neki, hogy visszatérjen szülőhazájába az Onogur bolgár birodalomba. És akkor Kovrát visszatér. Tehát az az elem, ami Csaba életéből már, vagyis Kuber életéből már kimaradt, azt az elemet Kovrát történetében fűzték tovább. Tehát az egész Kuber-Kovrát kérdés, ez teljesen más megvilágítást nyer, hogyha én a kitalált középkor elmélet fényében korrigálom ezeket a dolgokat. Nyilván beszélnünk kell az avar birodalomról is, mert tudjuk, hogy itt a hunok első, illetve a magyarok második bejövetele között állítólag egy ilyen 300 évig virágzó avar birodalom létezett. A elméletnek az ellenzői általában arra szoktak hivatkozni, hogy mekkora szamárság már megkérdőjelezni éppen ezt az időszakot, holott nincs még egy olyan időszak a Kárpát-medencének, ami olyan gazdag régészeti anyagot hagyományozott volna ránk, mint éppen
az avarok. Na most érdekes, hogy azt nem teszik hozzá, hogy az avar korszak alapvetően két jól elkülöníthető részből áll. A korai avar korszakból és a késői avar korszakból. És ezekkel a leletekkel kapcsolatosan az egyik elsődleges probléma, amire nem adtak mind a mai napig épkézláb magyarázatot, hogy a korai avar sírok tele vannak késő római pénzérmékkel. Most erre azt mondják, hogy hát nyilván az avarok már nem lehettek tisztában azzal, hogy azok a pénzek már nincsenek forgalomban a római birodalom területén, hanem ők továbbra is használták ezeket, stb. Most én viszont úgy látom, hogy ezek a korai avarnak tartott leletek valójában hun leletek. Tehát tulajdonképpen úgy alakítottak ki egy ilyen avar lelet együttest, hogy annak az egyik felét a hun korszakból csípték el, a másik felét a késői avar részét meg a magyar korszakból csípték el. Most a késői avar griffes indás leletekkel kapcsolatosan már László Gyula is hivatkozott arra, hogy feltűnő, hogy Árpádnak a honfoglalói, akikhez ugye ő a palmettás régészeti leletanyagot köti, és a griffes indás régészeti hagyatéknak az örökösei, azok úgy telepedtek le a Kárpát-medencében, hogy mozaikszerűen kiegészítették egymást. Ő ebből azt a következtetést vonta le, hogy ugye előbb jöttek 670 körül a griffes indások, letelepedtek, óriási területeket szabadon hagytak, és amikor 895-ben Árpádnak a honfoglalói bejöttek a Kárpát-medencébe, akkor már csak az ő általuk szabadon hagyott területekre tudtak letelepedni, és így alakulhatott ki ez a mozaikszerű elrendezés. Na most én azért erre egy másik magyarázatot is tudnék. Nevezetesen, hogy ez a két nép egyszerre egyidejűleg jött be a Kárpát-medencébe, és egyszerűen mozaikszerűen telepedett le. Tehát gócokban hol? Griffes indások, más gócokban pedig palmettások telepedtek le. Tehát önmagában az a tény, hogy itt mozaikszerűen egészítik ki a palmettás leletek, a griffes indás leleteket, az nem jelent időben egymás utániságot. Én tehát azt feltételezem, hogy itt az avar régészeti leletanyaggal kapcsolatosan nekünk azt kell gondolnunk, hogy a korai avar része az a hun korszakhoz köthető, a késői avar része pedig a magyar korszakból lett tulajdonképpen elcsippentve. De valamit kezdenünk kellene az avar történelemmel is. Mert nyilván Bajánkagán bejövetelének is, meg az avar birodalom felbomlásának is lehettek valós történelmi alapjai. Bajánkagánnal kapcsolatosan hát ugye nekem van egy erről szóló tanulmányom, amit még ugye soha sehol nem publikáltam, az interneten viszont elérhető, a Zalán futása című fejezet, ahol egyértelműen és világosan kimutatom pontról pontra, hogy ahogy a honfoglalók tulajdonképpen elfoglalták a Kárpát-medencét, ahogy Szvatopluk népét, vagy egy másik krónika szerint Salán népét pontról pontra kiszorították és területek feladására késztették, pontosan ugyanazt teszi Bajánkagán néhány évszázaddal korábban a longobárdok népével. Tehát tulajdonképpen mindaz, ami Bajánnal és a longobárdokkal lezajlik, ugyanez megtörténik a magyar honfoglás idején Árpáddal és Salán vezér népével. De még ennél is különösebb az avar korszaknak a megszűnése, a felbomlása. Tudjuk, hogy az avar birodalom felbomlása akkor kezdődött, amikor Nagy Károly óriási seregekkel megindult a pannóniai avar birodalom ellen, és tulajdonképpen az avaroknak majd, hogy nem még az írmagját is kiírtva, őket a Tiszán is átkergetve, tulajdonképpen legyőzte ezt a birodalmat, és a nyugat-magyarországi, tehát a dunántúli területeket a saját birodalmához csatolta. Na most ezzel kapcsolatban mindig is létezett a magyar kutatók között egy olyan irányzat, amely észrevette, hogy a krónikáinkban megörökített hun történet, amikor is Aladár seregei küzdenek Csaba seregeivel, azok kísérteties hasonlóságot mutatnak ahhoz, mint amikor Nagy Károly vezette az ő hadjáratát a pannóniai avarbirodalom ellen. Hogy más nem mondjak, ugye a magyar, vagyis a hun történetben fölbukkan Detre, aki ugye hát teszi, amit tesz, ugyanennek a párhuzama megfigyelhető a későbbi, a frank történetben is, mert Nagy Károly egyik hadvezérét ugyanígy hívják történetesen, Teodoriknak. És tehát még egyszer mondom, nem én, és nem a kitalált középkor elmélet fényében mondom azt, hogy ez a két korszak feltűnő hasonlóságokat mutat, hanem más kutatók már ezt kimondták előttem. Ők úgy fogalmaztak, hogy tulajdonképpen a magyar krónikák valóban létező eseményeket örökítettek meg, de
azok az események valójában az avar korszak végén játszódtak le. Amikor a frank birodalom felbomlásáról, vagy az avar birodalom felbomlásáról és Nagy Károly hadjáratáról írnak, az valójában nem más, mint Csabának meg Aladárnak a háborúja. Tehát itt is találunk egy olyan 300 éves távolságot, amelyről, ha feltételezzük, hogy az egyik fiktív is, és csupán csak a 300 év betoldása miatt került rá az időszalagra, akkor egész más fényben láthatjuk a történelmünket. Még érdekesebb megnézni, hogy mennyi az időbeli távolság Nagy Károly seregeinek a pannóniai avarbirodalom ellen indított háborújának a dátuma és a magyar honfoglalás dátuma között. Tudni, kiderül, hogy ugye Nagy Károly 791-ben indított el ezt a háborút, a magyar honfoglalásnak a hivatalosan elfogadott dátuma pedig 895. A két évszám között pontosan 104 év a különbség. Tehát pontosan annyi a különbség, mint amennyi a krónikáink szerint a magyarok, pontosabban Attila halála és a magyarok második bejövetele között. És hát tudjuk, hogy Nagy Károlynak a háborúja, hogyha Aladár háborújára rímel, akkor tulajdonképpen ez az az időbeli keret, ami Attila halálával hozható összefüggésben. Fölfigyeltem még egy nagyon érdekes dologra, egészen konkrétan az 558-as eseményekkel kapcsolatosan. De tudjuk, hogy Attila halálának a hivatalos dátuma 454, vagy 453. Hogyha ehhez a 454-es vagy 453-as dátumhoz hozzáadunk 104 évet, akkor az 558-as évbe érkezünk. Nézzük meg, hogy mi történik 558-ban, milyen kép tárul elénk. 558-ban a következő a kép. A Kárpát-medencében két germánnak tartott népcsoport él, a longobárdok és a gepidák. Ezek farkasszemet néznek egymással, a feszültség egyre éleződik a két nép között, míg a longobárdok Bizáncnak a támogatását élvezik, addig a gepidák, azok érdekes módon a Kárpát-medencéből állítólag éppen általuk kiűzött Kutrigúr hunoktól várnak segítséget. Ugye tudjuk, hogy a Dontól északra ebben az időben két népcsoport él, a Kutrigúr vagy Kuturgúr hunok, a Dontól nyugatra pedig az Utigúr vagy Uturgúr hunok. A támadásra 558-ban kerül sor, amikor is a Kutrigúrok egy bizonyos Kinialk nevű hadvezér vezetésével benyomulnak a balkáni területekre, és megtámadják Bizáncot, ugye a longobárdok szövetségesét, aki ebben az időben, akinek a császár ebben az időben első Justinianus. Most Justinianus császár azért, hogy a longobárdok támadás, vagy pontosabban a kutrigurok támadását kivédje, fölbéreli a kutriguroktól keletre lakó utigurokat, hogy ugyan támadják már meg a kutrigurok hátrahagyott szállásait, addig, amíg a kutrigur sereg a Balkánon vívja a küzdelmét a bizánciakkal. Az utigurokat ebben az időben egy bizonyos Szandlich kán vezette, aki hajlott is az alkura, és megindította ezt a támadást. Ennek az lett a következménye, hogy a hátrahagyott kutrigur sereg egy bizonyos Zabergán nevű fejedelemnek a vezetésével 558-ban benyomul Pannóniába, és itt letelepedik. Most kérem tisztelettel, akinek erről az esemény sorozatról nem ugrik be a magyar honfoglalásnak a lefolyása, hát annak nem is tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy ezeket az egyezéseket észrevegye. Tehát vegyük észre, hogy ugyanazok a szereplők, csak más nevekkel. Tehát ugye 895-ben találjuk az Erdélyben élő székelyeket, de 558-ban székelyek helyett gepidákat találunk. 895-ben magyarokkal találkozunk, 558-ban kutrigurokkal találkozunk. 895-ben besenyőkkel találkozunk, 558-ban utigurokkal találkozunk. És aminek a szerepét a bizánci birodalom viszi 558-ban, az 895-ben már Simeon bolgárcárnak a birodalma. De magának az eseményeknek a lefolyása kísérteties hasonlóságot mutat. Sőt, olyan nagy a hasonlóság, hogy még a kutatók között erről a két eseményről folytatott viták is meglepően hasonlítanak egymásra. Még Illig is beszámol arról a Kitalált középkor című könyvében, hogy a kutatók vitatkoznak azon, hogy ez az 558-as Kinialk-féle balkáni hadjárat és a Zabergán-féle Pannónia felé irányuló hadjárat, ez egy ugyanazon évben történt-e, vagy két egymást követő évben.
És érdekes módon a magyar történelemkutatók között pontosan ugyanez a vita dúl a Levente aldunai hadjáratával és Árpád honfoglaló hadjáratával kapcsolatosan. Míg 558-ban arról vitatkoznak, hogy vajon a balkáni hadjárat és a pannóniai hadjárat ugyanakkor történt-e, 558-ban ugyanerről vitatkoznak, pontosabban 895-ben ugyanerről vitatkoznak a magyar honfoglalás tekintetében. Tehát megdöbbentő párhuzamok vannak, és ezek mellett a párhuzamok mellett nem volna szabad vakon elmenni, nem volna szabad úgy kutatni tovább a történelmünket, mintha nem is jött volna egy Heribert Illig, nem is állította volna azt, amit állított, mintha ugyanúgy számolhatnánk továbbra is avarokkal, ugyanúgy írhatnánk továbbra is gepidákról, onogurbolgárokról, meg mindenféle olyan birodalomról, ami egyébként nem létezett. Hát ugye azt még nem is említettem, hogy egyébként a magyar krónikák semmit, egy árva szót nem tudnak, semmiféle kazárbirodalomról, ami azért feletté különös, mert honfoglásunkat közvetlenül megelőzően ennek a kazárbirodalomnak voltunk állítólag az alávetettjei. Ugye 7. bíborban született Konstantin nem mulasztja el megjegyezni azt, hogy a kazár király fölkérte Lebedit, hogy a fajtájának az uralkodója legyen, és Lebedi ezt a megtisztelő felkérést szerény ember lévén áthárította Álmosra, és hát tulajdonképpen ez volna a 7. bíborban született Konstantin szerint az Árpádháznak, a dicsőséges Árpádháznak az eredete. És persze hozzáteszi azt is, hogy mindenre azért volt szükség, mert a magyaroknak korábban soha nem volt fejedelme. Tehát egyértelmű az a szándék, hogy az Árpádházat időben valahogy elválasszák Attilától is, és ezeket a gyökereket, ezeket a kötődéseket elvagdossák. Még egy nagyon fontos téma van, amiről beszélnem kell. Nem tudom, hogy időben hogyan vagyok még eleresztve. Még egy nagyon fontos dolog van, amiről beszélnem kellene. Ez pedig a Nagy Károly a kapcsolatos kérdés. Tudnélik, 2010 novemberében szintén a Magyarok Szövetségének a meghívására már tartottam egy előadást erről a témáról itt Debrecenben, és az előadás után hát volt egy úriember, aki rendszeresen látogatja az előadásaimat, ő föltett nekem egy kérdést, ami úgy szólt, hogy mindezeknek a fényében, mindezeknek az ismeretében mit kell nekünk gondolnunk Nagy Károlyról? Ki volt valójában Nagy Károly? Mert ugye Illig azt mondta, hogy ilyen néven, ilyen uralkodó soha nem is létezett, teljes egészében fiktív, el kell felejtenünk. Hát megmondom őszintén, amikor ezt a kérdést megkaptam, hirtelen végigfutott rajtam, hogy én ezzel a témával igazából még nem foglalkoztam. Valahogy úgy voltam vele, hogy Nagy Károly kérdése az a nyugatiak ügye. Én elsősorban a kárpát-medencei magyar történelem szempontjából boncolgatom ezeket a kérdéseket. Ha Nagy Károlyt a nyugatiak fiktívnek tartják, akkor elfogadom, hogyha számolnak vele, azt is elfogadom. Engem igazából Nagy Károly személyében különösebben nem érdekel. Aztán rájöttem, hogy nem fogom tudni megkerülni ezt a kérdést. És hát ugye emlékszem rá, hogy mit válaszoltam ennek az úriembernek, azt mondtam, hogy nagy valószínűséggel Nagy Károly mögött Attila személyét kell fölismernünk. Mert ugye amikor Attila nyugat-európai hadjáratát vívta, akkor ő egy olyan eszményképet mutatott föl a nyugati nemzetek számára, amelyel ők egészen addig nem találkoztak. Tehát olyan mély nyomot hagyott az ő gondolkodásukban, az ő világképükben ennek a dicsőséges uralkodónak a megismerése, hogy nyilván ennek a mintájára kreáltak maguknak egy ilyen dicsőséges uralkodót, mint Nagy Károly, hiszen még Nagy Károlynak a neve is mindösszesen csak annyit jelent, hogy Nagy Király. Tehát azt tudni kell, hogy a Károly név az a magyar király névből jött tulajdonképpen létre. Na most ezt az illetőt, aki a kérdést föltette nekem, ez a válasz nem elégítette ki, és nagyon jól tette, hogy nem elégítette ki. Tudnélik, ő azt mondta, hogy hát mindez nagyon szép, nagyon jó, de hogyan tudtak volna egy Rómát megsemmisítő, egy Rómára halálos csapást mérő fejedelemből, mint Attilából, egy olyan Nagy Károlyt kreálni, akinek meg egyenesen az volt a jelmondata, hogy renováció impéri románórum, tehát a római birodalom helyreállítása, restaurálása. És akkor megértettem, hogy igen, ez egy valóban egy ellentmondás, tehát ezt nem lehet ilyen könnyedén levezetni, mint ahogy én ott azt hirtelen levezettem. És miután hazatértem az előadásról, hát utána néztem annak, hogy akkor egészen konkrétan mit is kell nekünk Nagy Károlyról gondolnunk. Az első dolog, most egy kicsit időben visszakanyarodva, hogy megértsük Nagy Károly személyének a kilétét, az volt, hogy ugye nekem nagyon föltűnt krónikáinknak egy sajátossága.
Hát engem ugye úgy tanítottak, hogy ne csak arra figyeljek, ami konkrétan elhangzik, hanem még jobban figyeljek oda arra, amiről viszont nem beszélnek a magyar krónikák, amit kihagynak a híradásaikból. És feltűnt, hogy miközben mi Csabáról szinte, tehát Attilának a kisebbik fiáról szinte mindent tudunk, tudjuk azt, hova menekült, ki volt az anyai nagyatja, hány évet időzött Görögországban, míg azt is tudjuk, hogy Görögországban a Szkítiába való visszaútja egy évig tartotta a hosszú és viszontagságos utak miatt. Tudjuk a Tarihi Üngörűzből, hogy Szkítiában még életben találta Bendegúzt, tudjuk, hogy mire biztatta az ott talált szkítákat, tudjuk, hogy hívták a gyermekeit, ugye Ednek és Edöménnek, míg azt is tudjuk, hogy Ed és Edömén még megélték a magyar honfoglalást, és atyuk és anyjuk népes rokonságával együtt költöztek be a Kárpát-medencébe. Tehát vegyük észre, hogy Csabáról szinte mindent tudunk. Holott ő volt a trónutódlási harcoknak a vesztese. És érdekes módon a trónutódlási harcoknak a győzteséről, Aladáról semmit nem tudunk. Tehát egy hangot nem tudunk arról, hogy hogy alakul a későbbi sorsa. Mi történik Aladárral? Alapít-e valahol birodalmat? Uralkodni kezd-e valahol? És akkor megnéztem, hogy közvetlenül, ugye teljesen logikusnak tűnt volna számomra, hogy Aladár azok fölött, a népek fölött kezd uralkodni, akik őt a trónutódlási harcok során támogatták. Hát kik támogatták Aladárt? A krónikák teljesen világosan leírják, hogy míg Csabával a hunok józanabb része tartott, addig Aladárt a idegen nemzetség támogatta kevés számú hunnal. Tehát ez az idegen nemzetség, ez nyilván nyugati nemzetségeket jelentett. Tehát én logikusnak tartottam volna, hogyha Aladár és Csaba csatája után Aladár nyugatra vonulva királyukká válik az őt támogató nyugati nemzetségeknek. Most megnéztem, hogy történik-e bármi hasonló Nyugat-Európában nem sokkal Attila halála után. Kiderült, hogy igen, történik. 457-ben nyugaton megjelenik a semmiből egy bizonyos Childerik nevű uralkodó, aki tulajdonképpen a frank birodalom megalapítója is egyben. Tehát lehet-e bármiféle messze menő következtetés levonni? Hát nyilván ebből még nem, mert Childeriknek a neve sem Aladár, és önmagában ez még egy elég gyenge lábakon álló feltételezés lenne. Viszont Childerikkel kapcsolatosan van egy nagyon érdekes adatunk. Nevezetesen az, hogy ugye az erdélyi Apahidán találtak egy gepida fejedelmi sírt. Most ma már arra nem fogok kitérni, hogy a gepidák azok miért nem germánok, és hogy a gepidák azok valójában székelyek, de én erről igen magas fokon meg vagyok győződve, hogy tulajdonképpen amikor mi gepidákról beszélünk, Erdélybe behúzódó gepidákról beszélünk, akkor ez alatt a fogalom alatt tulajdonképpen a Attila halála után a Erdélybe menekülő székelyeket kell alatta értenünk. Tehát amikor egy gepida fejedelmi sír meglepően nagy párhuzamokat mutat Childerik sírjával, akkor feltételezhetjük, hogy ez a Childerik is egy hun kapitány lehetett. Padányi Viktornak a Dentu Magyaria című könyvében találtam egy nagyon érdekes fejtegetést azzal kapcsolatosan, hogy mit jelent valójában Csabának a neve, és hát ő ugye arra a következtetésre jutott, hogy valószínűleg a családon belüli szerepét azonosította be. Tehát magyarul ez a Csaba, ez eredetileg Öcs Aba lehetett, tehát egy apának a kisebbik fia, az Öcs. Ezzel szemben ugye Aladár az idősebbik fiúnak a szerepében tűnik föl. Nagyon régóta nem hagy nyugodni az a gondolat, hogy Aladár nevében tulajdonképpen a német Elder szót kell fölismernünk, tehát azt a szót, ami egyszerűen annyit jelent, hogy idősebb. Tehát míg Csaba volt a fiatalabb fiú, addig Aladár volt az idősebb, a bátyja Csabának, és tulajdonképpen Csabának és Aladárnak a harca az arról is szólt, hogy mi legyen a középkor során a trón utódlásnak az irányadó rendje. Tehát az atyának a halála után a fiatalabbik fiú vigye tovább a trónt, vagy pedig az idősebbik fiú. És Padányi Viktor érdekes módon egy másik dolgot is megemlít itt a Csabával kapcsolatos fejtegetések mellett, ez pedig az, hogy létezett egy másik nagyon ősi szó ennek az ellentétére. Tehát amikor nem az öccsöt akarták kifejezni, hanem a bátyot, akkor erre azt mondták, hogy kál. Tehát kál volt az, aki idősebb volt. Illetve ennek volt egy olyan jelentés tartalma is, hogy az, aki megveri a másikat, az, aki legyőzi a másikat. És nagyon érdekes, mert amikor én ezt olvastam, rögtön beugrott, hogy hát tulajdonképpen Childerik nevében ugyanez a chill, kill, kál hangcsoport fedezhető föl. Ugye tudjuk, hogy a név végén lévő Rik az egyszerűen királyt jelent.
És amúgy is fölfigyeltem rá, hogy a Meroving királyok előszeretettel használnak olyan neveket, amiben ez a KL, KLD hangcsoport fedezhető fel. Ami egyértelműen ez a Kál szó. Hát például Klotár, Klodvig, stb. És a sort nagyon hosszan lehetne még folytatni. Az is föltűnt, hogy ugye Childerik 457-ben kezd, tehát mindössze 3 évvel Attila halála után kezd uralkodni nyugaton. Hogyha az ő halálának az évéhez hozzáadunk 311 évet, akkor időben 468-ba jutunk. Mi ez a 311 év? Hát ugye tudjuk, hogy volt egy másik rendkívül jelentős időszámítási rendszer abban az időszakban, ez a Szeleukida időszámítás volt. Időszámításunk előtt 312-ben indult útjának, és ha valaki a Szeleukida időszámítás dátumaival számolt, akkor pontosan 311 évvel használt nagyobb dátumokat, mint az, aki már Krisztus szerint számolta az éveket. Ha ez a 457-es dátumhoz, tehát Childerik uralmának kezdetéhez hozzáadunk 311-et, akkor döbbenetes módon 768-ba érkezünk, ami nem más, mint Nagy Károly trónra lépésének az éve. Na ez volt az a pont, ahol hirtelen megértettem, hogy Nagy Károly személye, tehát az a Nagy Károly, aki egyébként harcol a pannoniai avarok ellen, és amely momentumról már más magyar kutatók is felismerték, hogy tulajdonképpen a Csaba és Aladár harcával kapcsolatos eseményekre vezethető vissza, az a Nagy Károly valójában nem más, mint Attila idősebbik fia, Aladár, aki atyának a halála után tulajdonképpen öccsét legyőzve uralkodni kezd a nyugati tájak fölött. És ezzel együtt azt is megértettem, hogy tulajdonképpen maga a Meroving korszak léte és a Karoling korszak léte is egy egyszerű duplikáció. Tehát nem volt külön egy Meroving korszak, és nem létezett külön egy Karoling korszak. A kettő közötti időbeli távolság egy szeleukidányi szöktetés csupán. Hát igazából nem is tudom, hogy miről lehetne még beszélnem. De arra gondoltam, hogy ha esetleg valakinek kérdése van a témával kapcsolatosan, akkor esetleg nagyon szívesen megválaszolnám. Vagy nem tudom, hogy most van-e alkalmas idő erre. Hát én először is megköszönöm. Azt kell mondjam, hogy ritkán használom ezt a szót, hogy ez zseniális, de tényleg az volt. És ha... Most én is tapsolok, csak nincs hozzá kezem. Úgyhogy csak gratulálni tudok hozzá. Ezt már tegnap jeleztem, hogy ezután valószínűleg közvetlenül lenne jó kérdezni. Most mégis azt mondom, pihenje ki magát a társaság. Ez egy nagyon gazdag, adatokban gazdag anyag volt, rendkívül sok gondolatot indított el. Egy picit megcsúsztathatjuk, valószínűleg az ebéd rovására, de nem hiszem, hogy ezt valaki is sajnálni fogja. Tehát most egy olyan jó negyedórás szünet, jó? És akkor utána most azonnal a kérdések következzenek. És nem kérdésem lenne, hanem egy kérésem, és nem is az előadóhoz, hanem saját magunkhoz, hogy tudnék, az az érzésem, hogy ez kevés, hogy mi itt megtapsolunk valakit, de itt egy olyan fantasztikus kutatásról van szó, amit egy embertől nem várhatunk el, hogy befejezze. Tehát én valahogy, most nem tudom a megoldást, ez csak most merült fel bennem, de létre kéne, hogy jöjjön egy olyan társaság, akik vállalják azt, hogy először természetesen a témának az elindítója és a kutatója útmutatásai alapján, és hát valószínűleg végig az ő vezetésével részfeladatokat átvállalnak, mert egy hatalmas kutatás, és gondolom, hogy adatgyűjtésről, rengeteg adatgyűjtésről lenne szó. És ezt valahogy össze kéne fogni, mert az egy dolog, hogy mi itt, bocsánatot kérek ezzel a csúnya kifejezésért, hogy mi itt összejövünk, és érezzük, hogy nagy dolgok hangzanak el, és úgy megyünk haza, és holnap pedig folytatjuk a hétköznapjainkat, hogy jó lenne, hogyha mire véget ér ez a két nap, addigra kialakulna valami fajta elképzelés, de nem csak úgy, hogy mint amikor azt mondja az ember valakinek, hogy hát mindenképpen gyertek el, látogassátok meg, és aztán természetesen nem történik egy konkrét időpontnak a megállapítása. Én nagyon szívesen részt vennék ebbe, és gondolom mások is vannak, és nem csak ez az egy téma, hanem itt azért például a Nagy Imrének a tegnapi előadásával kapcsolatban ugyanez a gondolat fölmerült bennem, hogy nem várhatjuk el emberektől azt, hogy egyedül végezzenek el ilyen
hatalmas munkát, ami mindannyiunknak az érdekes, nem csak a miénk, hanem az utánunk jövő nemzedékeké is. A másik gondolat, az egy, nem is egy gondolat, hanem egy adalék. Pár évvel ezelőtt találkoztam egy társaságban valakivel, akivel elbeszélgettem, kiderült, hogy egyáltalán nem hallott az Illich-féle elméletről. Ő a Néprajzi Múzeum fototárának az egyik munkatársa volt, és egy sajátos és újszerű módszert fedezett föl, és el is készítette azt a műszert, amivel fából, tehát hogyha valahol egy sírleletbe fa tárgy fönnmaradt, akkor abban egészen pontos kormeghatározást tudott végezni, és elmesélte azt, hogy őt elhívták egy kora avarkori és egy késő avarkori sírleletnek a kor meghatározására, és hát ez volt az utolsó megbízása, mert ő megmérte, és azt mondta, hogy ugyanaz a kor. Tehát ezt csak érdekességképpen mondom, de a lényeg az az első felvetésem volt. Köszönöm szépen. Én igazából nem zárkoznék el egy ilyen jellegű együttműködés elől. Tudnélik, én már hosszú évek óta érzem, hogy kevés vagyok ehhez a témához. Tudnélik, sem időm, sem energiám nincs arra, hogy minden egyes részterületet teljes mértékben föltérképezzek. Tehát épp, hogy csak bele tudok kapni bizonyos területekbe. Tehát megértem azt, hogy bizony a frank kérdés, amiről ma egyáltalán nem esett szó, abban a kontextusban, amire most én gondolok, az egy olyan kutatandó terület, amire egy egész társaságot rá lehetne állítani. A Magreb kérdés, a vandál kérdés, a baszkoknak a kérdés, akiről ma megint nem beszéltem egyáltalán, holott a baszk nyelvtan, tudni kell, hogy ugyanúgy ragozó, mint ahogy a magyar nyelvtan. A baszkoknak a zászlója ugyanúgy háromszínű, mint a mi háromszínű zászlónk. És a végtelenségig lehetne sorolni a párhuzamokat, egyezéseket. Viszont nincs ember, aki ezt a munkát egyedül el tudná végezni. Hogyha van bárki, aki érez magában kellő energiát, időt, bármiféle erőforrásokat, hogy ezzel foglalkozzon is tud csatlakozni ehhez a munkához, akkor én minden további nélkül támogatnám ezt az elképzelést. Tehát én minden ilyen irányított vagyok. Köszönöm szépen, és akkor mivel én borzasztóan földhöz ragadt ember vagyok, az lenne a kérésem, hogy a itt jelenlevő társaságból, hogyha bárki ebben részt szeretne venni, akkor az ebédszünetben G.C. Jánosnál az információs ponton azonnal jelentkezhet, és megbeszélhetik a továbbiakat. Még egy kérdés. Adjon az Isten, atyám fia. Szeretném azt megkérdezni, hogy jól látom-e azt a dolgot. Én évekig éltem kint Észak-Afrikában, és Dzserba szigetén véltem fölfedezni egy olyat, hogy mintha Csángóföldön járnék. Már csináltam ezzel kapcsolatban egy filmet, fönt is van a YouTube-on. Most akarok egy olyat csinálni, egy ilyen analizálás összehasonlító dolgot. Én ugyanazt a műveltséget véltem fölfedezni, mint ami a úgynevezett etelleközi variáció, tehát a gyimesi és a moldovai csángó környékem. Ez egész lenyúlik Csíkszereda és talán Székelyudvarhely és Székelydobóig. Tehát ugyanazokat a dolgokat véltem fölfedezni. Én csatlakoznék ehhez a csapathoz, mert nagyon érdekel ez a dolog, sőt, mi több, egy berber barátommal leírattattam a nevemet. Berberül. És el tudtam olvasni. Ugyanaz, mint az ősi székely hun rovás írás. Csak ennyit szerettem volna, hogy köszönöm. Igen, hát ahogy az előadásban is említettem, ebből a észak-nyugat-afrikai vandál királyságból azért hadjáratok indultak a földközi-tengeri szigetek felé, Róma felé is egyébként. És nagyon sok földközi-tengeri szigetet ezek a vandálok el is foglaltak. Na most, ugye azt senki nem gondolja mindezeknek a fényében, hogy puszta, merő, véletlen lehet, hogy például Szicília latin neve, latin Sicul neve, az kísérteties egyezéseket mutat a székelyek latin megnevezésével. Na most mindeddig hiányzott az a
történelmi elem, az a momentum, hogy hát hogyan lehet ezt magyarázni. Pusztán abból, hogy ezt az egyezést észreveszünk, még nem következik az, hogy hát ugye bármiféle egyezés, bármiféle mélyebb összefüggés lehetne a két térség között. Viszont, hogyha én tudok Attila nyugat-európai hadjáratáról, és tudom azt, hogy leszakadt egy sereg Attila nyugat-európai hadjáratáról, amely Hispániába költözött, majd Észak-Nyugat-Afrikába költözött, és onnan meghódította a földközi tengeri szigeteket, akkor ez a kérdés egész más színezetet kap. Tehát a téma az ott hever, azt föl kéne tárni, kutatni kéne az ottani párhuzamokat, és ahogy az előbb is említettem, én ehhez kevés leszek, tehát minden ilyen segítséget megköszönök előre is. Azt hiszem, én vagyok. Nem kérdésem lesz, csak kiegészíteni szeretném. A egyik legismertebb beszámolót mi a szkítákról, Diodorus Siculustól kaptunk. Na most a Diodorus Siculus nevében ez a Siculus, ez minden mai méltatója szerint ez Szicíliát jelenti. Valójában már régen fölmerült, tehát bármelyik lehet a kettő közül. Tehát Székelyt ugyanúgy jelenti, mint a szicíliait. Másik az, hogy próbáljunk a következő előadó lelki világába is belelátni. Tehát aki mondjuk csatlakozni akar, az tényleg az információhoz a szünetben majd menjen. Ott föl lehet iratkozni. És most csak azokat a gyors kérdéseket tegyük föl, amik nagyon lényegre tapintak, és amelyek hát viszonylag rövid válasszal megoldhatók. Én azt szeretném, hogyha hát úgy legkésőbb azért félkor el tudnánk indítani, ami azt jelenti, hogy ő regisztrálja a kérdéseket, bőven lesz időnk délután, hogy válaszolni tudjon rá. Jó? Akkor köszönöm szépen. Én Nagylakiné Ördög Tünde vagyok, és azt szeretném kérdezni, olvastam arról, hogy annak idején Nagy Károly a zavarok kincsét hatalmas nagy szekereken vitte el innen. Nos, akkor az előadás kapcsán megtudtuk azt, hogy tulajdonképpen Nagy Károly aladár, és akkor ezek tulajdonképpen hun kincsek voltak, és van-e arról valami kutatás, vagy lesz-e, hogy tulajdonképpen hol vannak ezek a kincsek jelenleg? Most akkor Csaba vitte el Görögországba, vagy Nagy Károly vitte Franciaországba, illetőleg nem lehet-e az, hogy ez tulajdonképpen a Nagy Szent Miklósi kincs? Tehát ez is egy jó kis kutatási téma lenne. Köszönöm. De most én erről a témáról egész egyszerűen elfelejtkeztem beszélni. Tehát ez egy óriási téma, és hogyha mindenről beszéltem volna, ami a fejemben van, akkor soha nem ért volna véget ez az előadás. Tudnilik, hogyha Nagy Károly valóban aladárral azonosítható, akkor gondoljuk meg a következőket. Ugye tudjuk, hogy illig, amikor ezt a könyvet megjelentette, az eredeti Kitalált középkor című könyvét, akkor ez egy olyan borítóval jelent meg, ahol Nagy Károlyt éppen a mi szent koronánkkal koronázzák császárrá. Na most nyilvánvaló, ha mi nem értjük emögött az összefüggéseket, akkor fölháborodunk, hogy hogy jön ahhoz bármiféle nyugati festő, hogy Nagy Károlyt a mi koronánkkal örökítse meg. Egyáltalán honnan jön az a legenda, az a gondolatiság, hogy Nagy Károlynak bármi köze lehetett a mi szent koronánkhoz. Most kérem tisztelettel, ha Nagy Károly azonos aladárral, akkor teljesen jogosan és logikusan került a magyar korona az ő tulajdonába. Hát hiszen lezajlott egy küzdelem, egy trónutódlási küzdelem Csaba és Aladár között, és hogyha ennek a küzdelemnek a győztese Aladár volt, és ez a korona, ez nem egy kései korona, mint ahogy a hivatalos elméletek ezt vallják, hanem Attilának volt a koronája, akkor teljesen logikus, hogy a trónutódlási harcok győztese Aladár ezt a koronát megörökli, magába viszi, és ugye tudjuk, hogy még állítólag ezzel a koronával volt eltemetve is. És tudjuk később, hogy harmadik Ottó hogyan bontotta fel Nagy Károly sírját, és megtalálta Nagy Károly sírjában a mi szent koronánkat, amit aztán második Szilveszter pápának továbbított, és akitől Szent István ezt a koronát visszakapta. Tehát egészen más megvilágításba kerül a történelmük. Érthetővé válik, hogy mit keres a magyar korona Nagy Károlynál. De egyébként, ha már itt tartok, azt nagyon gyorsan elmondom, hogy a teljes magyar kalandozó hadjáratok is teljesen más megvilágításba kerülnek. Gondoljunk bele abba, hogyha Attila kora és a magyar korszak valóban 3 évszázaddal közelebb volt egymáshoz, mint ahogy mi azt most gondoljuk, akkor mire mentek ki valójában a magyar kalandozó hadjáratok? Ugye nagyon sokan feszegetik ezt a témát, és azt mondják, hogy hát mindenféle. Hát egyrészt a hivatalosság azt mondja, hogy rabló hadjáratok voltak, hát mi más lehetett volna.
A józanabb kutatók közül egyesek feszegetik azt, hogy érdekes megfigyelni, hogy csupa olyan helyeket kerestek fel ezek a kalandozó csapatok, ahol avaroktól elrabolt kincsek voltak, és ezeket próbálták visszaszerezni. Hát én még ebben sem hiszek őszintén szóval. Hanem egész egyszer miről van itt szó? Arról van szó, hogy Attila, amikor ezt a nyugat-európai hadjáratot levezényelte, akkor nyilvánvaló, hogy mint minden hadvezér az általa meghódított területek fölé ispánságokat, helyőrségeket, kapitányságokat rendelt, hogy felügyeljék az általa meghódított területet. Tehát ne feltételezzük már Attiláról, hogy ő egy olyan barbár fejedelem volt, hogy leigáz egy kontinensnyi területet, majd visszavonul anélkül, hogy arra bármiféle igényt támasztana. Tehát nyilvánvaló, hogy Attila hátrahagyott kapitányságokat, hátrahagyott ispánságokat, viszont itt történt egy tragédia. Attila meghalt, és ezek az ispánságok korona nélkül maradtak. És abban a pillanatban leszakadtak a hun központról, függetlenedtek, és mint az adott térség államszervező csirái éltek tovább, és később ezek alkották meg a későbbi Nyugat-Európa különböző hercegségeit, grófságait, királyságait. Na most, a magyarok azért siettek annyira gyorsan visszatérni a Kárpát-medencébe, és kalandozó hadjáratokat indítani nyugatra, mert abban az időben még volt esély arra, hogy meglátogatva ezeket a nyugati hercegségeket, grófságokat, amelyek ispánságokból alakultak ki végül is, hogy ezeket újra behódoltassák, és Attilának az összeurópai birodalmát újra létrehozhassák. Tudnék, minél több idő telik el, ezek a dinasztiák, akik ott nyugaton kezdtek kialakulni, Attila hun kapitányaiból, ezek egyre inkább elfelejtik az ő hun eredetüket, egyre inkább elfelejtik, hogy ők eredetileg Attilának alárendelve lettek oda ültetve, ahova lettek. De ha csak kevés generáció telt el még Attila halála óta, akkor talán még van esély rá, hogy belátják. Tehát ez volt a kalandozó hadjáratok mögötti fő indítók. Nem valami rabló hadjárat, nem valami aranykincseknek a visszaszerzése, hanem Attila összeurópai birodalmának az újra behódoltatása. És ezen a ponton azt is el kell mondanom, hogy a teljes nyugat-európai arisztokrácia. Ezekből a hun kapitányokból, Attila által hátrahagyott hun helyőrségekből alakult ki. És tulajdonképpen Nagy Károly személyét szándékosan torzították el, szándékosan szakították el Attilától, mert milyen lett volna már szembesülnie ezek később, a későbbi századok során ezeknek a nyugat-európai dinasztikus családoknak, arisztokratáknak azzal, hogy az ő eredetük tulajdonképpen egy barbár fejedelemhez vezet vissza. Tehát az egész történelmünket, egész Európa történelmét át kéne írnunk ennek megfelelően. Zeke László vagyok, és az előadót már harmadszor hallom ugyanebben a témában, legelőször több évvel ezelőtt a Híd Alapítványba, aztán a Magyarok Szövetségébe olyan másfél évvel ezelőtt. Úgyhogy most harmadjára, tehát egy fejlődésében tudom követni a munkásságát. Most először én is szkeptikus voltam, mert magára az első előadás az illikféle elméletre támaszkodott, csak pusztán, és egyedül azt taglalta. Akkor volt is ellenvetésem, aztán számítottam, mert földrajzos vagyok, és kiszámítottam azt, hogy csillagászatilag hogy áll a helyzet, hogyha Julius Cézár 2000 évvel több, mint ezelőtt vezette be a Julinus naptárt, akkor nincs csúszás. Ha 1700 évvel ezelőtt, akkor van. Na most az én számításaim szerint kijött 2000 év, de aztán a második előadás, mikor hallottam, abban már szó esett a különböző időszámításokról. És itt ebben van a kulcs, az a különböző időszámításokban. Itt nagyon sok lehetőség van a történelem tudomány számára, hogy rengeteg feltáratlan olyan anyag van, amit meg kellene csinálni. Kérdésem az, hogy szó esett itt arról, hogy az átdátumozás történt. Hogy nem lehetséges-e az, az egyik kérdésem ez, hogy nem lehetséges-e az, hogy itt voltak, ahol átdátumozták, volt, ahol nem dátumozták át. Tehát, igen. Nem, itt megszűnt, itt arról volt szó, hogy megszűnt az átdátumozás. A másik pillanat még ezt is el szeretném mondani, hogy vannak olyan időszámítási rendszerek, amik
még itt nem hangzottak el, például az iszlám időszámítás, az is egy külön támpontot adhat. Sőt, én még a zsidó időszámításra is mondok, gondoltam, ami sok évvel megelőzi hát, a keresztény időszámítást, hogy ebbe a vonalba, ebbe az irányba végzette már kutatásokat, mert érdemes lenne. Igen, hát hadd mondjam el, hogy van még egy nagyon érdekes időszámítási rendszer, amiről ma újból csak elfelejtettem beszélni. Aradi Éva, a Hunok Indiában című könyvnek a szerzője, számol be egy rendkívül érdekes időszámítási rendszerről. Ez az időszámítási rendszer érdekes módon India bizonyos területein a mai napig használatban van. Ennek az időszámítási rendszernek a neve az, hogy Sakabd. Egészen konkrétan ez azt jelenti, hogy szkíták szerinti időszámítás. Ez egy Kaniska nevű szkíta uralkodónak, indiai szkíta uralkodónak, pontosabban elnézést, Kusán királynak az uralmától veszi a kezdetét, és tulajdonképpen ő időszámításunk előtt, tehát Krisztus szerint 78-ban kezdett uralkodni. Ez azt jelenti, hogy a Sakabd szerinti dátumok 78-al kisebb évszámokat eredményeznek, mint a Krisztus szerinti dátumok. Na most nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy nekünk, mi ugye én sokat foglalkoztam a magyarok második bejövetelének a dátumaival. Egy dologról nem szóltam, hogy a különböző krónikáink a magyarok első bejövetelével kapcsolatosan is nagyon érdekes dátumokat közölnek. Tudnék, a képes krónika azt írja, hogy a magyarok első bejövetele, tehát az Attila idején történt első bejövetele 373-ban történt. Anonymusnál ugyanez a dátum 451. Most nyilván teljesen érthetetlen, hogy tudnak ekkora csúszásokat elviselni a krónikák, de én megnéztem, hogy mennyi az időbeli távolság között a két dátum között, tehát 451 meg 373 között. Kiderült, hogy pontosan 78. Tehát pontosan annyi, mint a Sakabd szerinti időszámítás dátumai, meg a Krisztus szerinti időszámítás dátumai között. Tehát, és ez egyértelműen vezet tovább bennünket, hogy akkor nekünk lehetett közünk Indiához. Hát ugye Aradi Ivának a könyvét ajánlom mindenkinek elolvasni, mert ő tulajdonképpen beszámol arról, hogy ugye az eftalita hunok hogyan nyomultak be erre az indiai szubkontinensre, hogyan hajtották uralmuk alá, és hát ugye egy Mihirakula nevű eftalita hun uralkodónak a kegyetlenkedései miatt végül is ez a szubkontinens hogyan lázadt föl az eftalita hun urai ellen, és nem sokkal az 500-as évek dereka előtt az eftalita hunokat kiűzték Észak-Nyugat-Indiából. És érdekes módon a mi honfoglalásunkat nem szoktuk olyan kontextusba tárgyalni, hogy nem lehetséges-e, hogy hát ugye mi a honfoglalásunkat a 800-as évek végére szoktuk tenni. Na de hogy én ezt korrigálom 300 évvel, és komolyan veszem azt, hogy 558-ban, már 104 évvel vagyok Attila halála után, tehát már olyan eseményeket kell találnom, amik a magyar honfoglalás korára rímelnek, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen ezek az észak-nyugat-indiai események is lehettek egyfajta kiváltó okai a magyar honfoglalásnak. Ugye egy óriási embertömeg vándorolt vissza Észak-Nyugat-Indiából a sztyeppére, és ez elindíthatott egy olyan láncreakciót, egy olyan lökést, amely végül azt eredményezte, hogy megtörtént a honfoglalás nagy aktusa. Viszont ez azt is jelenti, hogy a honfoglaló magyarok között lehettek olyan néptöredékek, amelyek még Észak-Nyugat-Indiából indultak útnak, és amelyek hoztak magukkal olyan időszámítási rendszereket, mint például a Sakabd, és amely krónikákban is megörökíthetődhetett. Tehát gyakorlatilag ez az Anonymus krónikájában felbukkanó 451-es honfoglalás dátum és a képes krónikából adódó 373-as, pontosabban első bejövetelre adott dátum között pontosan ez az egy szakábnyi időszámítás van. Tehát itt nem csak egy-két időszámítási rendszerről beszélünk. Itt fölbukkant a Szeleukida időszámítás, a Filipposz éra, fölbukkant a Sakabd féle időszámítás, és ki kellene kutatni, hogy tulajdonképpen milyen időszámítási rendszerek létezhettek még az adott korszakban, amelyek nyomot hagyhattak krónikáink dátumaiban. Köszönjük szépen. Én most a fejemre vonnám a közönségnek a neheztelését, mert tovább kell mennünk. Én azt kérem, akinek még kérdése van, az írásba az információs ponton leadhatja, és nyilván vissza fogunk térni, de most tovább kell lépnünk a térben és időbeniségben.